Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület ülésén megjelenteket, a képviselőtestület tagjait, a hivatali apparátus vezetőjét, irodavezetőit, az intézményvezetőket és minden kedves meghívott vendégünket, akik a mai képviselőtestület ülésen megjelentek. Megkülönböztetett figyelemmel és tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik majd a televízió képernyője előtt ülve, vagy az internet adta lehetőséget kihasználva tájékozódnak majd a mai képviselőtestületi ülés döntéseiről. A jelenléti alapján megállapítom, hogy a mai képviselőtestület ülésünk határozatképes. 9 fő képviselőből 7-en jelen vagyunk. Vince Attila képviselőtársunk jelezte, hogy elfoglaltságai miatt később fog csatlakozni a munkánkhoz. Dr. Baranya György képviselő úr pedig külföldi szakmai útja okán nem tud ma a munkában részt venni. A határozatképességet tehát megállapítván az ülést hivatalosan is megnyitom. Mielőtt a napirendi pontok elfogadására tennénk javaslatot, szeretnék ünnepélyes pillanatokat teremteni a képviselőtestületi ülésen. Ehhez tisztelegve a érintettek előtt felállnék, és szeretném tájékoztatni a képviselőtestület tagjait és polgárváros valamennyi lakóját, hogy egy fiatalember, egy polgári legény vagy srác, aki az 5-ös József Gimnázium 9. osztályos tanulója, egy fantasztikusan jelentős sporteredmény, sportsikert ért el. Ő egyébként a Tiszaújvárosi Kajakkenő és Sárkányhő Egyesület tagja. Ő Béke Kornél, akit szeretnék magam mellé kérni, és arról beszélni és tájékoztatni az ő felhatalmazásával is a jelenlévőket, hogy mi is az, amit ő sportág kapcsán művel, nem is akármilyen, hanem magas fokon, nem csak olyan fokon, amely a településünk számára, nem csak olyan méretekben és jelentőségben, mint Magyarország számára, hanem ez egy nemzetközi jelentőségű sportteljesítmény. Kornél jó néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a sportágon biztosan színes tárházában egy vizes sportot, a kajakozást választja, és hát ez ügyben vélhetően, nem, ez teljesen bizonyos, hogy így van, nagy akarattal, óriási ambíciókkal hát kezdett neki dolgozni, és ennek az eredménye az, hogy felfigyeltek rá a versenyeken, és nem csak a szűkebb környezetünkben, hanem országos versenyeken is a saját korosztályának kiemelkedő egyéniségei vált, hisz ő serdülő magyar bajnok, a kajakkenú sportág hát első fokon említett verseny számában a K1000-es, az a kajak 1-es, jól mondom? Majd egészítsék, vagy pontosíts, ha valamit rosszul fogalmaznék meg. És ebben ő már Magyarország bajnoka saját korosztályában. Sőt, egy fokkal fentébb is már versenyez, kora alapján még nem, de teljesítmény alapján mindenképpen az ifjúsági magyar bajnokságban is versenyez, ahol második helyet, negyedik helyet és hát különböző nagyon fontos sikeres versenyeket élt meg csapatban is. De ami miatt a mai rendezvény és a kis ünnepség megszerveződött, az nem más, mint ebben a korosztályban nevezik a világversenyek csúcsának, ez az olimpiai reménységek versenye, amely olyan módon nemzetközi, hogy jó néhány európai ország mellett a más kontinensek, Ausztráliából, az Egyesült Államokból is, ez egy világverseny, ez egy olimpia maga nemében, és hát ezen a versenyen, amely szeptember 13-a és 10-e között volt, mégpedig csehországi Racicében, jól mondom el, Racice, igen, és ott ezen a versenyen, Kornél mindig lépve a következő kihívást a döntőbe jutott, és ott fantasztikus teljesítmény, amit többen már polgáriak végigéltek, akár az elmondásokból, akár a készült felvételekből.
hát egy hajszányival, de mindenképpen a legjobb lett, és így ő az olimpiai reménységek versenyének bajnoka. Hát ez egy fantasztikus teljesítmény, és azt is talán mondhatom, hogy nem igen a pályájának a csúcsa ez az eredmény Kornélnak, és biztos is, hogy hallunk még róla. Én merek abban a feltételezéssel élni, hogy ez az ő sportpályafutásának az első lépcsőfoka a fiatal korosztály olimpiájának a megnyerése, és azt kívánom, hogy legyen ő majd ugyanilyen céltudatos, ugyanilyen kitartó munkával majd a felnőtt olimpikon is. Ebben együtt az a teljesítmény a te személyes sikered, a sportegyesület sikere, természetesen a szülők és a család büszkesége és polgárvárosnak is jó hírnevét öregbíti. A te sikeredben osztozunk, és büszkék vagyunk arra, hogy ezt a teljesítményt elérted. Ennek jegyéül a város képviselőtestülete előtt egy emléklappal és egy talán ehhez az eseményhez kapcsolódó emlékérremmel is szeretnénk jutalmazni és biztatni a folytatásra, és ezt szeretném ünnepélyesen neked most átadni. És van arra lehetőségünk, még persze természetesen azt az ajándékot, amit különösen a te személyedre szabottan választottunk, fogad tőlünk. És hogyha van olyan néhány gondolat, hogy mondani való, amit megosztanál velünk, teljesen szabadon, akkor erre most teret adunk, lehetőséget biztosítunk. Ha nem, akkor az a rossz hír, hogy én fogok kérdezni. Nos, ez a ORV-nek nevezett verseny Csehországban, a serdülő korosztály, a 15 évesek között a világ legrangosabb versenye, ugye? Viszont itt három évfolyam indult, még egy és két évvel öregebbek is, és az ők 1000 méteres döntőjükben második, valamint hatodik helyezést értem volna el az idősebbek között. A jövőre tekintve megpróbálok az 1000 méteres távon magyar bajnok maradni, megvédeni a címemet, és jövőre négy nemzetközi verseny lesz, ifjúsági világbajnokság, ifjúsági Európa bajnokság, ugyanez az ORV, és valamint a négy évente megrendezésre kerülő ifi olimpia. És mindezeknek a egyikére megpróbálok kijutni. Hát sok sikert, nagy tervek, kívánom, hogy legyen hozzá kellő kitartás, akaratelő szorgalom, és hát nyilván családi biztatása és támasz. Gratulálok még egyszer. És hát el kell még ott mondani, hogy egy Kornél innen indult azért a szomszéd hát intézményből, a Városi Strandfürdő és a Vízi Sport Egyesületnek a kezdő növendéke volt annak idején, hogy sok sikert kívánok. És szeretném a szülőknek is a gratulációt kifejezni és átadni nekik azt a jelképes ajándékot, amivel az ő segítségük, ami ez a sikeres eredményhez mindenképpen szükséges volt, az töretlenül folytatódjon. Köszönöm szépen. Ha van időtök, akkor szívesen látjuk a testületüle és a nagyjából, ha más találni, vagy beírni a kapcsán, akkor megértünk, hogyha el tudunk. Köszönjük szépen! Jó munkát szeretném! Tisztelt képviselőtestület, folytatva a munkát, a mai ülés tárgyalandó napirendi pontjaira teszek javaslatot, amely alapvetően az írásban kiküldött napirendi pont listán alapul, de abban némi korrekciót, illetve kiegészítést javaslok. Azt kezdeményezem, hogy önálló napirendi pontként tárgyaljunk az adósságkonszolidációhoz való hozzájárulás témaköréről. Ebben a témában egy önálló előterjesztést készítettünk, amelyet minden képviselőtársam megkapott, de eredeti menetrendben ez még nem tudott beleillesztődni, nem szerepel abban.
Így azt kezdeményezem, hogy az előterjesztés az 5. napirendi pont megtárgyalását követően, amelyen a költségvetéssel összefüggő előterjesztések vannak a polgármester jelentésen túl, ahhoz illesztve, igazítva tárgyaljunk erről. Illetve a különféle napirendi ponton belül szeretnék két témában bővebb és aktualitásokat is tartalmazó információt megosztani. Az egyik az a városrehabilitációs beruházással összefüggő tájékoztatás, a másik pedig a néhány nap múlva kezdődő 20 éves a város rendezvény sorozat programjaira szeretném a figyelmet irányítani. Ezen kiegészítések után kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kíván-e bárki új napirendi pont tárgyalásra vonatkozó javaslatot tenni, ügyrendi megközelítésként bármilyen felvetést vagy kérdést megfogalmazni. Nem látok ilyen igényt, akkor abban a feltételezéssel élek, hogy az elfogadható a döntéshozók számára, aki tehát egyetért, hogy a mai napirendi pont listája az elmondottakkal kiegészülve kerüljön elfogadásra, kérem készfelemeléssel jelezze ezt. Ezt egyhangúnak látom, van-e valaki ellene? Talán tartózkodott a szavazástól. Nem látok ilyet, megalapítom, hogy a képviselő testület hétfő támogató szavazattal egyhangú döntésként elfogadta a napirendi pontokat. Ennek értelmében rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Ez a polgármesteri jelentés, amely tartalmazza a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtását, valamint a két ülés közötti időszakban történt fontosabb eseményeket, jogszabályváltozásokat taglalja. Az előkészítésben résztvevőket kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést vagy bármi nemű pontosítást kívánnak-e tenni. Elsőként jegyzőasszony felé fordulok, jelzi, hogy nincs. Az anyagnak a összeállításában Ferenc István sheriff is részt vett. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli felvezetést, kiegészítést mondani. Igen, parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt városlakók! Egy pár gondolattal szeretném kiegészíteni a beszámolómat. Legelőször is, amit fontosnak tartok, hogyan ismerjük fel a szélhámost, ezt a címet adnám neki, engedjük be a közüzem vagy áramszolgáltató dolgozóit. Sok állampolgár köztük idős emberek életét keserítették meg az elmúlt utóbbi időben azok, akik megjelentek ilyen vagy olyan címen a lakásukban. Ezeket nevezik szélhámosoknak, polvajoknak, akik valamelyik közüzem dolgozójának adták ki magukat. Bekéreckedtek, aztán meglopták az illetőket. Hogyan ismerjük fel ezeket? Hát először is legfontosabb teendőnek tartom, hogy ami teendő, hogy amikor megjelenik egy ilyen személy a lakásunknál, és be akar jönni, kérjük el tőle céges igazolványt. Minden céges igazolvány fényképpel van ellátva, és a fénykép mellett rajta van az azonosítható száma, valamint az érvényességi ideje is, és ezen kívül rajta van egy ingyenesen hívható szám is, egy zöld szám, amelyiken ellenőrizhető, hogy az a személy, aki nálunk megjelent, jogosan vagy jogtalanul jelenik meg. Van egyszerűbb megoldás is, ha esetleg ilyen személyt gyanúsra találunk, akkor felkérjük valamelyik szomszéd, addig nem engedem be, még egy szomszéd jelenlétében nincs jelen, és annak jelenlétében esetleg leolvassa a vízórát, vagy az áramszámot megnézi az óráról. Most annyit tudni kell, hogy ha hivatalosan jár egy személy, az egyszerű munkavégzésnél is ki kell neki állítani egy feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet készít, ha például a csere van. Tehát ezt minden esetben kérjék tőle. Na most azt még meg kell jegyeznem, hogy készpénzt sohasem kérnek, úgyhogy ilyet ne higgyenek el, hogy ennyi vagy annyi túlfizetése van, vagy hátaléka van, és tessék fizetni, hanem csak hivatalos felszólításra az kell esetleg, ha van hátaléka fizetnie, amit csekken kell befizetnie. Bélyegzővel ellátott csekken. Na most a másik, amiről szeretnék beszélni. A rezsi csökkentés éjszeti hatását a városunkban, és már ilyen címen is jelentek meg csavargók, akik arra hivatkoznak, hogy
azért akarják megnézni az órát, hogy milyen az órálása, hogy bejussanak a lakásba, féltérképezzék, aztán különböző bűncselekményeket kövessenek el. Tehát ezt ki kell, meg kell tudni előznünk. A rezsicsökkentéssel kapcsolatban érezhető hatásunkat az egy olyan terület, amit úgy hívjuk, hogy a tűzifa beszerzésével kapcsolatos téma. Hát azt tudjuk, hogy az elmúlt években irtózatosan felemelkedtek a tűzifának az árai, fölmentek, és valóban nehéz beszerezni. Na most sokan ezt kihasználják a városunkban is, akik rendszerességgel most már megkezdték a működést, utánfutókkal, zetorokkal, stílfűrésszel felszerelve, bandákba szerveződve. Én valamennyit már ismerem, én természetesen ezeket nyomon követtem, megteszem a szükséges intézkedéseket a felderítésükre. Azért kérem a lakosságot is, ugyanis elég komoly veszélynek vannak kitéve azok, akik ilyen személyektől vásárolnak, mert azt tudni kell, hogy értékesítésre csak engedéllyel lehet bárkinek értékesíteni a városunkban. Na most, ha valaki vásárol olyan fát, ami bűncselekményből származik, az esetleg leforrásra kerülhet, ugyanis van most már egy, hát volt ez a törvény korábban is, úgy hívjuk, a halasztatlan nyomozati cselekményként a rendőrség lefoglalhatja a felvásárolt fát. Úszik a pénz is, úszik a fa is, nem marad, tehát minden oda vész. Úgyhogy nagyon meg kell gondolni, kitől vásárolnak. Csak számlával tessenek, számlára, hivatalos számlára ellátott vásárlótól vásároljanak fát, ezt kérném a lakosságot, mert csak így tudják megelőzni azt, hogy baj ne legyen belőle. Én külön nagy baj, nagyon jónak tartanám, ha ugyanolyan hasonló, mint például Érpatok rendőrösénél már ebből komoly gyakorlat van, hogy a bűncselekmény elkövetésénél használt járművet lefoglalja a rendőrség. Ezzel is tudják kártalanítani az okozott kárt. Tehát legyen az gépkocsi, vagy akár lovasokat is. Úgyhogy én ezt csak a illetékesen, ahogy erre jogom van, én javasolnám nekik, hogy jövőben esetleg tegyenek erre a lépéseket. Másik, amiről még szeretnék egy említést tenni, a csalásnak egy új formája megjelent a városunk területén. Idős, beteg embereket keresnek meg, és pénzt kérnek kölcsön az adósságuk törlesztésére, vagy különböző indokokkal. Nagyon ki tudják figyelni, hogy kitől kérjenek, és komoly összegeket csaltak ki. Több ilyen panaszos is fordult már hozzám. Én csak azt tudnám javasolni, hogy ugye van, amikor egy csekély kis haszonnal rebegtetik az illetőt, hogy adnak rá majd ennyi-annyi kamatot, de aztán elfeledkeznek magadni, és vannak, akinek több százezer forint, sőt, tudok arra, akinek milliós tételben is vannak kint adósságban, és elfeledkeznek akik ezt kérték, hogy meg visszaszolgáltatják, tehát megadják. Nem kell adni senkinek. Nagyon meg kell nézni, hogy kinek adunk, vagy hogy adunk, mert ebből csak visszaélés van. És az igazságszolgáltatásnak a malma, ez olyan lassan örülnek, mire bírósági útra terelnek egy-egy ilyen pénzbehajtást, évek eltelnek, hogy a pénzéből lásson valamit. Még egyetlen egy kérdésre kapcsolva, hogy röviden szeretnék említést tenni. Nagyon sok bejelentés érkezik városunk területén az állatok tartására vonatkozóan. Hát ebben aztán benne van az ebtartásra vonatkozóan és az egyéb állatok, a lovakra és tehén állományra vonatkozóan is, mert vannak gazdák, akik elhanyagolják ezeknek a tartását, gondozását, őrzését, és előfordul, hogy bizonyos területek kószálnak az állatok éjszaka szabadon. Nem kell ezt mondani, történt már ebből nagyon komoly baleset. Hajdunállási úton például a lovakot közé szaladt a kocsi, és ugye aztán komoly baleset. Hát itt is előfordult volna. Volt már olyan, hogy 3-4 éjszaka is lovak felvágtatva végig az Alkotmány utcán, Kolozsvári utcán robogtak végig, és csak az véletlenen múlt, hogy nem történt baleset, nem járt valaki ott, vagy nem törték össze kocsikot, vagy bárkibe kárt nem tettek. Plusz maga állatba is következhet be. Tehát. Na most a nagyon sok bejelentés érkezik az ebtartásra vonatkozóan. Ebben az ügyben is megtettük már a szükséges intézkedés, hogy közszelet felügyel rendszeresen intézkedik kóborevek összeszedéséről, csak ez nagyon sok pénzbe kerül. Inkább azt javasolnám az állatok tartóinak, hogy gondozzák, ápolják, úgy az elő van írva ez. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm szépen a véleményt, illetve a figyelemfelhívást. Én magam az írásban kiküldött információkhoz képest
négy eseményt szeretnék megemlíteni. Hát nem mindegyik örömteli. Az első, amely heteken keresztül izgalomban tartotta városunk lakóit, és talán még ez nem is csitult, az egy olyan korábban nem tapasztalt bűncselekmény, amely joggal háborít fel mindannyiunkat, az a köztemetőből sírhely lopás. Ugye augusztus 17-én volt az első esemény, amely valóban megdöbbenést keltett, hogy egy jóra való tisztességben megöregedett család tervezett nyughelyét valakik szakszerűen, mondhatnám ebben a vonatkozásban profi módon ellopták, eltulajdonították. Őszintén szóval azt gondoltam, hogy ilyen meg nem történhet, amikor a legutóbbi hasonló nagy felháborodást okozó eseményt megéltük, ez a lélekhalangnak az ellopás volt, hogy biztos, hogy nincs már ettől lejjebb. Az a keserű tapasztalásunk, hogy van. Valakik ezt nagyon céltudatosan, minden információt, körülményt mérlegre is ismerve tulajdonították el, és a legnagyobb megdöbbenésünk csak néhány nap múlva fokozódott, amikor kiderült, hogy nem egy sír helyről, hanem egy másik hasonló körülményekkel, hasonló műszaki tartalommal, már bocsánat a kifejezésért, és egy hasonló házaspárnak a végső tervezett nyughelyét tulajdonították el. A rendőrség ebben az ügyben teszi a dolgát. Én magam is, ha ez egyáltalán segíti a nyomozás sikerességét, figyelemfelhívást adtam közre, nyomravezetői jutalmat vagy díjat ajánlottam föl. Ebben összefüggésben is összehívtam a város közbiztonsági fórumát, és próbáltuk ennek a történésnek az összefüggéseit, előzményeit, okát feltárni. Én azt az információt tudom a nyomozást végző rendőröktől, hogy közel járnak a megoldáshoz, a legnagyobb problémát ennek a bizonyíthatósága okoz. Elég jól sikerült bemérniük azt az elkövető vagy elkövetői kört, akik ebben vétkesek vagy dudasak lehetnek. Én azt fogalmaztam meg a közbiztonsági fórumon, hogy a város vezetése vagy vezetője részéről minden, vagy még attól egy picivel több támogatást, felhatalmazást és bizalmat megadok, ami törvényes lehet, hogy ennek a gaztetnek, gazemberségnek a nyomára akadjonak. Attól tartok, hogyha ez nem sikerül, akkor ez máskor is előfordulhat. És azt is mondom, hogy ez a gaztett, ez nem két polgári családnak okozott és okoz álmatlan éjszakákat, és azt is talán elmondhatom, hogy betegséget betegeivé lettek ennek a gaztetnek, mert ha nem sikerül ennek végére járni, megakadályozni, és méltó büntetést szabni azokra, akik ezt elkövették, akkor itt több száz vagy több ezer polgári idős vagy nyugdíjas sem tud nyugodtan aludni, hogy nem az övé következik. Vagy más településeken, más temetőkben, ha ez a dolog működik és a könnyű pénzszerzésnek a bejáratott módszer lesz, akkor nem fog ez máshol majd hasonlóképpen megesni, mint polgáron. Ebben újfent kérem városunk valamennyi lakóját, hogy aki tudja segíteni ennek a felderítését, bármilyen számára per pillanat jelentéktelennek tűnő információval, de talán mégiscsak a mozaikakat összerakva segítheti a rendőrség felderítő munkáját, habozás nélkül tegye meg, felénk vagy konkrétan a rendőrség felé vagy a serif irányába. A másik esemény, amely váratlanul érte a városunkat és ezen belül egy jóra való honfitársunkat, szeptember 19-én délután egy vihar csapott le a városra, amely villámcsapásai közepette a Táncsics úti egyik lakást, Alexán és Irokai Marika néni lakását
olyan módon hát érintette, hogy az épület kigyúlt, annak a tetőszerkezete leégett, és nagyon jelentős kár, lakhatatlanná vált az épület. Ezért ennek a sok hatása után, és hát valóban az együttérzést kifejezve is, a Szociális Bizottság rendkívüli konzultációt, egyeztetést végzett, és másnap egy azonnali gyors segéllyel próbáltunk Marika anyának is a segítségére lenni. Támogatásról, erkölcsi együttérzésről is biztosítani. Talán annyit mondhatok, hogy a biztosítási folyamat megindult, és vélhetően reméljük, hogy minél rövidebb időn belül talán ez a káresemény a biztosító segítségével és közreműködésével majd egy felújított épületet hoz, ahova vissza tud költözni majd az, akit ez a természeti csapás talán méltatlanul, de mégiscsak megtalált. Két dologra szeretnék még röviden figyelmet irányítani. Az egyik az Baranya György képviselőtársunk, bizottságunk, ha itt lenne erről, ő adna tájékoztatást, mivel őt külföldi útja most elszólította. Engem kért fel, hogy röviden tájékoztassam arról a képviselőtestületet, hogy Nagykároly testvérvárosunk meghívásának elegettéve egy 8-fős delegációt a bizottság elnöke dr. Baranya György vezetett, és kétnapos látogatást tettek Nagykároly testvérvárosunkban, ahol az együttműködésről tárgyaltak, illetve a következő év vagy évek, akár uniós források bevonásával is az együttműködésnek, pályázati lehetőségeknek a elképzeléseit pontosították. A másik esemény pedig talán szeptember 15-e tájékán hivatalosan jelezte felém a Polgártárs újság szerkesztője Fenyves Attila, hogy munkát vált, munkalehetőséget és megélhetést próbál többet, mint amit meg tudott magának teremteni, akár ennek az újságnak a szerkesztésével is. Londonban dolgozik tovább, ezért a Polgártárs újságnak a szerkesztői megbízatását köszönettel, de visszaadta. Így ennek a történésnek a folytatásaként azért, hogy a Polgártárs újság kellő minőségben és az eddig megszokott időben meg tudja jelenni, ezért a hivatali munkatársak, kollégák körében ennek az újságnak a szerkesztői, újságírói feladatok ellátására Balatoni Rékát kértem föl. Neki ez a terület nem idegen, és azt kérem, hogy a képviselőtestület tagjai is, az intézményvezetők is, irodavezetők is segítse ezt a számára most egy kicsit szokatlan, újszerű munkát, amiben ő nagy lelkesedéssel vágott bele, és hát sok sikert, de természetesen majd az újság, mint produktum lesz maga a munkájának a minősítése. Tisztelt képviselőtestület, ezen szóbeli kiegészítéseket követően a bizottsági elnökök tájékoztatása következzen, amely tájékoztató kifejezetten a mai ülésen nem szereplő napirendi pontokhoz képest a bizottság saját hatáskörű döntéseit, vagy más vonatkozású állásfoglalásait érinti. És hát a bizottság ülések sorrendjében próbálom az elnököket erre kérni. Elsőként az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ülésezett, és a bizottság elnökének a felhatalmazásával Bene László még képviselőtársunkat tájékoztatást. Igen. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság szeptember 23-án hétfőn tartotta gyűlését. Átruházott hatáskörben nem hoztunk döntést, 4 naprendi pontot tárgyaltunk. A bizottsági véleményeket majd a naprendeknél ismertetem. Köszönöm. Köszönöm szépen. A sorrendben a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésezett, a bizottság elnökét, Vince Attilát kérem. Átruházott és saját hatáskörben nem hoztunk döntést, egyébként pedig majd ismertetni fogom a napirendi pontoknál a bizottság véleményét. Köszönöm szépen. A sorban a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülése következett, a bizottság elnöke, dr. Csikós Arikor kérem. Tisztelt képviselőtestület, bizottságunk 2013. szeptember 23-án tartotta soron következő ülését. A nyílt ülés keretében hozott döntéseit majd a napi rendi pontok tárgyalásánál ismertetem. Zárt ülés keretében pedig 4 napi rendet tárgyalt a bizottságunk. Első körben tárgyalta az átmeneti segély irányban nyújtott kérelmek
kérelmeket. A bizottság 39 fő esetében pozitív döntést hozott, összesen 263.830 forint összegben állapított meg átmeneti segélyt, 16 fő kérelmét pedig elutasította. Szociális étkezésre vonatkozó kérelmeket is tárgyalt a bizottságunk 5 fő részére 2013. augusztus 1 napjától 2013. december 31-ig állapított meg támogatást. A bizottság megvizsgálta a házi segítségnyújtás támogatására való kérelmeket is, és 2 fő részére 2013. augusztus 1-től 2013. december 31-én állapított meg támogatást. Bérlettámogatás iránt benyújtott kérelmeket is tárgyalt a bizottságunk, 22 fő részére állapított meg bérlettámogatást, ugye az iskolába járás középiskolai tanulók részére történik. Köszönöm szépen! Köszönöm. Ülésezett az ügyrendi bizottság és a bizottság elnöke is Tuba Józsefet kérem. Tisztelt képviselőtest, illetve a ügyrendi bizottságon mai napon ülésezett. Nyílt ülésen 7 napi rendi pontot tárgyalt, zárt ülésen 1 napi rendi pontot, a zárt ülésen javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekre és díjakra címmel tárgyalt. A bizottság állásfoglalásait, azokat a 1-es napi rendi pontok tárgyalásánál a zárt, illetve nyílt ülésen fogom megtenni. Köszönöm szépen a napirendi pont vitáját. Folytatva első körben a kérdések, tisztázva értelmező megközelítések következnek, akinek ilyen igénye van. Az írásos anyaggal, illetve a szóban elhangzott tájékoztatókkal összefüggésbe kérem jelezze. Nem látok kérdést. Vélemény, észrevétel, bármi nemű megjegyzés vagy megközelítés. Tervezél valaki, hogy bármelyik témában vitát indít vagy véleményt mond? Nem látok ilyet. Döntéshozatal előtt egy rövid reagálást arra, amelyre a sheriff szóbeli hozzászólása is irányult. Ez a tűzifa lopások, egyszerűen fogalmazva ez lopás, amely nem feltétlen ebben az időszakban, még különösen igaz lehet ez, nem feltétlen amiatt keletkezik, mert valakiknek nincs tüzelőjük, és talán fáznak és fűteni kell a lakást. Ez egy iparszerű feketézés és egy bűncselekményt önmagában hordozó lopás területe. Nagyon egyszerűen. És ugye több jelzést kaptam én magam is, hogy konkrétan megmutatva, rávilágítva, megnevezve azt, hogy kik azok, akik ezt csinálják. Valakiknek a tulajdonát jelentő képező erdőket dézsmálják, lopják, és ebből ők tisztességtelen jövedelmet szereznek. Talán azt mondom, hogy mások munkáját nem semmibe véve, hanem annak munkájának gyümölcsét elvéve. Ugye gyakran mondjuk azt, hogy igen, ezt itt láttam, ezt ott láttam, de van olyan talán félelem többekben, talán jogosan is, hogy konkrétan és nyilvánosan megnevezni, hogy kik azok, nem meri, avval a megokolással, hogy milyen adatvédelmi, személyiségvédelmi területekre nem kíván senki tévedni. Monogramokat, meg kezdőbetűket, meg ilyeneket használunk, holott mindenki tudja, hogy ki van mögötte, vagy kit akar. Sokat gondolkodom én is, hogy kell-e ebben bátrabb, határozottabb vagy egyértelműbb kinyilatkoztatásokat tenni. És én arra jutottam, hogy nekem lehet is, meg lehet, hogy kell is. És akinek majd az adatvédelmi vagy személyiségi probléma okán nem tetszik, akkor az majd nyilván jelzi felém, vagy a hatóságoknál. Ezért én azt gondolom, hogy nem a szégyenlőség és a körbeírás eszközeit használom. Konkrétan is szeretném elmondani, hogy a horvát Samu familiája, a horvát Samu és fiai, avval a gépjárműnek megvan a rendszáma, ha valakinek ez segítség, EPX405, rendszeresen, üzletszerűen lopják és értékesítik a fát. Ha ez valakinek segítség, akinek ebben dolga van, lám, megnevezze, tessék, tegye. Ha kell, akkor vegye el azt az eszközt, amivel ezt végzik, ha kell, akkor szabjon rá kellő
büntetést eljárással, és ezzel együtt is arra kérem a polgári lakosokat, hogy ilyen bűncselekményből ne legyenek partnerei jónak tűnő üzletkötéseknek. Ha nem megy másképpen, akkor én ezt bevállalom. És más bizonyságot adó konkrét esetekben is hajlandó leszek arra, hogy konkrétan fogalmazzak. Ha majd valaki ebben azt mondja, hogy ez nem igaz, hogy én alaptalan és jogtalanul állítottam róla valamit, akkor majd biztosan megtámad. Jó, legyen így akkor. Ezért azt gondolom, hogy ennek a városnak az általam is sokszor hirdetett nyugalma csak akkor megy, hogyha bátrabbak vagyunk ebben. Mindenki a saját maga területén, én talán ebben a székben lehetek bevállalósabb, és talán a kockázatokat ilyen vonatkozásban is vállalom, mint az állampolgár. És ha ilyen irányú jelzéseik vannak, akkor a sheriffnek, vagy nekem is tegyék meg, és hogyha ebben a dologban majd vita keletkezik, akkor a jogok és a kötelezettségek hát arányát vizsgálják, akiknek ez a dolguk, én még majd állok elébe. De az biztosan nem fog menni, hogy itt ezt következmények nélkül és arcártanul lehet csinálni, és a többségi, tisztességes társadalom pedig szemlesütve, fejét elfordítva hallgat és tűr ez ügyben. Aki ebben velem egyetért, azt kérem, hogy legyen ebben partner, segítse ezt a folyamatot, hogy meg tudjuk akadályozni. Ez lehet ennek a városnak azért a többségi lakóinak az álláspontja is. Hát ennyi kiegészítést kívántam tenni az elhangzottakhoz. Döntéshozat előtt kérdezem, hogy kíván-e még valaki bármilyen megközelítést, véleményt, észrevételt tenni. Amennyiben nem, akkor aki egyetért a polgármester jelentésben foglaltakkal, a bizottsági elnökök tájékoztatóját tudomásul venni vevőleg elfogadja, a szóbeli kiegészítéseket szavazatával is megerősíti, kérem, akkor jelezze. Egy hangunak látom, volt-e valaki ellene? Talán tartózkodott a szavazástól, nem látok ilyet, megalapítom, hogy a képviselő testület teljes egyetértésben immáron 8 fő szavazattal is Vince Attila képviselőtársunk időközben megérkezett és csatlakozott a munkához, elfogadtuk a polgármesteri jelentést. A második napirendi pont tárgyalására térünk rá. Ez az előterjesztés javaslatot tartalmaz polgárváros önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló február 15-én megalkotott rendeletének a módosítására. Az előterjesztést a pénzügyiroda vezető és munkatársai készítették, megtárgyalta és véleményezte a pénzügyi és városfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi bizottság is. A polgármester az előterjesztője ennek az anyagnak. Elsőként az előkészítőket kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést vagy pontosítást kívánnak-e tenni, jelzik, hogy nem. Így következzen a bizottsági álláspontok ismertetése. Elsőként a pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnökét kérem. A rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elfogadásra javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, az ügyrendi bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Az ügyrendi bizottság a rendelet tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése az írásban megismert rendeletmódosítással, a mellékleteként szereplő táblázatokkal összefüggésben? Nem látok ilyet. Van-e valakinek véleménye, valamilyen módosító javaslata, bárminemű megjegyzése? Tervezél valaki, hogy vitát indít? Nem? Akkor döntéshozatalt kezdeményezek. Aki egyetért a költségvetési rendeletünk módosításával, kérem készfelemeléssel szavazon erről. Egy hangunak látom. Volt-e valaki ellene? Talán tartózkodott a szavazástól. Nem látok ilyet. Megalapítom, hogy a képviselő testület teljes egyetértésben 8 fő támogató szavazattal elfogadta a költségvetési rendeletünk módosítását. Ezzel a második napirendi pont tárgyalását lezártak tekintem. A harmadik napirendi pont tárgyalása következzen, amely az önkormányzatunk félévi költségvetésének a teljesítéséről ad számot. Az előkészítését szintén a pénzügyi iroda vezetője és munkatársai végezték el. Polgármester az előterjesztője az anyagnak, és megtárgyalta ezt az előterjesztést a képviselőtestület minden bizottsága. A bizottsági üléseken ezt talán magamhoz ragadhatom, ezt a megközelítést. Jó néhány pontosítás és kiigazítás felvetődött,
amelyeket az előkészítők és az előterjesztő is jogosnak és indokoltnak ítélt, és azokat nem sorjázom, ezeknek az átvezetés és a pontosítás időközben megtörtént. Így az anyag, amely majd nyilván az utókornak és a megfelelő hatóságnak és szervezetnek készül, ezeknek a pontosításoknak a figyelembevételével fog majd továbbításra kerülni. Így ezeket én nem taglalnám, egyfajta visszacsatolásként mondom ezt a bizottsági üléseken elhangzottak okán. Az előkészítőt kérdezem, hogy ezentúl kíván-e valamilyen megközelítést, tartalmi jellegű módosítást, kiegészítést tenni? Jelzi, hogy nem. Így a bizottsági álláspontok ismertetése következhet. A tárgyalások, bizottsági ülések tárgyalásának sorrendjében elsőként, tehát az Oktatási Kulturális és Sportbizottság álláspontját Bene Lászlóna ismerteti. Igen, a bizottság a beszámolt elfogadásra javasolja testületnek. Köszönöm. A következő bizottságülés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságülése volt, a bizottság elnökét kérem. Bizottságunk szintén elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a beszámolót. A Szociális és Egészségbizottság véleményét. A bizottság is elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Megtárgyalta az ügyrendi bizottság is. Igen. Az ügyrendi bizottság a beszámoló tárgyalásra alkalmasnak tartja, és a beszámolót támogatja. Köszönöm. Köszönöm szépen az előterjesztés tárgyalási vitát. Megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezze. Nem látok kérdést. Vélemény észrevétel, módosító javaslat. Nem látok ilyet. Döntéshozatalt kezdeményezek. Aki az első fél éves költségvetés teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, abban egyetért kérem készfelvonással szavazon erről. Egy hangonak látom, ellene volt valaki, tartózkodott a szavazástól. Nem látok ilyet. Megalapítom, hogy 8 fő támogató szavazattal elfogadtuk a fél éves beszámolóról szóló előterjesztést. A 4-es napi rendi pont tárgyalására térünk át, amely a 2013-as költségvetési rendeletünket kívánja módosítani, immáron az imént elfogadott fél éves beszámolót követő időszakra irányítva a figyelmet. Ennek az anyagnak a készítő is a pénzügyiroda vezetője és munkatársai voltak, és az anyagot két bizottságunk, a pénzügyi és városfejlesztési, valamint az ügyrendi bizottság tárgyalta meg. Az előkészítőket kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni? Nem kívánnak. Így a bizottsági álláspontok ismertetése következzen. Elsőként a pénzügyi és városfejlesztési bizottság álláspontját a bizottság elnökétől. Bizottságunk a 4/2013 második 12 rendelet módosítására vonatkozó javaslatot elfogadásra javasol a képviselőtestület. Köszönöm. Az ügyrendi bizottság is tárgyalta. Az ügyrendi bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Kérdést nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat. Ilyet sem látok. Döntés volt előtt, egy mondatot azért talán hozzátehetek, hogy azt feltételezzük, azt reméljük, hogy a költségvetési rendeletünk most elfogadásra kerülő módosítása talán pozitív irányba befolyásolja, megalapozhatja egy sikeresebb önigi pályázatunknak a forrásszerző szándékát. Tehát ezzel a feltételezéssel, tehát aki a rendelet módosítását a támogatja, kérem készülőnéssel szavazon elő. Egy hangulat látom, ellene volt, tartózkodott valaki, nem volt ilyen, megalapítom, hogy a képviselőtestület teljes egyetértésben elfogadta a rendeletmódosítást. Az 5-ös napirendi pont tárgyalása még mindig pénzügyi és költségvetési vonatkozású. Ez az előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtását tartalmazza, amelyet a szintén a pénzügyi iroda vezetője és munkatársai készítettek elő, és hasonlóan, mint az előző napirendet, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és az Ügyrendi Bizottság véleményezte.
Az előterjesztője a polgármester, és mielőtt az előkészítő, hogyha van mondani valója szót kapna, annyit mondanék, hogy a önki pályázatokra irányul ez az előterjesztés, és hát azt gondoljuk más önkormányzati vezetővel egyetértésben, hogy a költségvetésben tartalék és szerkezeti átalakításokat finanszírozni hivatott források megszerzésének ez évben egy utolsó vonulata vagy etapja lehet, amelyhez mindenki igyekszik még hozzáférni, mi is, ezért azt gondoljuk, hogy ezt a pályázatot, ezt a támogatásra vonatkozó igényt érdemes, szükséges benyújtani. Ez az időszak, ami az elmúlt években ugye az önhikizéssel volt úgy beazonosítható, vélhetően befejeződik, lezárul, de aki az önhikiben sikeres tudott lenni, az a saját önkormányzati költségvetést egy ilyen nagyon sok célra könnyedebben felhasználható forrással tudta a stabilitás irányába elmozdítani. Nekünk pedig a költségvetésünk stabilitása, főleg az év hátralévő részében még bizony-bizony kihívásokat tartalmaz, hisz az a költségvetés elfogadásakor bennmaradt hiátus vagy költségvetési luk az a 62 millió forint még nem tűnt el. És ennek a szándéknak az is az oka, hogy ezt a pályázatot elkészítjük, hogy ebből, hogyha támogatást kapunk, akkor a mi helyzetünket, a 2013-as év költségvetésének a teljesítését könnyítheti. Minél több forrást kaphatunk, annál jobban, minél kevesebbet, annál nagyobb problémát marad még a megoldások, hát megoldásokra várva, ami az október, illetve az év hátralévő testületülésein akkor nekünk még fognak tennivalókat okozni. Tehát erre törekszünk, evel a pályázat beadással ez a célunk, hogy kell-e ez még többlet információt tenni, azt Csépányi Bartók Margit biztos megmondja. Nincs hozzá. Jó. Akkor a bizottsági álláspontokat szeretném a bizottság elnökeitől kérni. Elsőként Vince Attilától a pénzügyi bizottság álláspontját. Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Az ügyrendi bizottság elnökét. Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen a tárgyalás vitát. Megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezze. Kérdés nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat. Ilyet sem érzékelek. Döntéshozatalt kezdeményezek, aki a határozati javaslatot támogatja, amely ennek a támogatási igény bejutását rögzíti, kérem készfelemeléssel szavazza. Egy hangulat látom, ellene volt valaki, talán tartózkodott a szavazástól, nem látok ilyet. Megalapítani, hogy a képviselő testület 8 fő támogató szavazattal meghozta a döntését, benyújtjuk ezt a támogatási igényt a belügyminisztériumhoz. A következő a napirendi pont elfogadásakor tettünk egy módosítást, miszerint 5-ös napirendi pontként az adósságkonszolidációt követő fennálló hitelállomány pénzintézetek által történő átvállalásához történő hozzájárulást, mint előterjesztést tárgyaljuk. Ehhez a blokkhoz és témakörhöz illeszkedik ez. Ez az előterjesztés, amelyet a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt, arra irányul, amely az önkormányzati adósságkonszolidáció folyamatában az első blokkot lezárva, amikor is az 5000 fő alatti települések teljes adósság átvállalását megtette a központi költségvetés, az 5000 fő fölötti települések esetében pedig ezt részlegesen 40-70% arányban, ugye a mi adósság átvállalásunk, ezt mindenki tudja, csak ismétlésképpen mondom magunknak, 50%-ban történt meg, és az akkori állapotban 220 millió forintot jelentő beruházási, zömmelberuházási hitelt tartalmazó adósságállományunk felét átvállalta az állam, 110 millió forint adósságunk maradt, és a kormányzat július 1-től egy olyan törvénymódosítást fogadott el parlamenti döntéssel, amely ennek a fennmaradó összegnek az átvállalására teremt lehetőséget, ha és amennyiben ezt az önkormányzat és a hitelt biztosító pénzintézet közös akarattal kifejezi, és a pénzintézet ennek a fennmaradó adósságállománynak
7%-át saját maga terheként a központi költségvetésbe befizeti. Ugye ezt az információt mi testületülésen már megismerhettük, és egy megkereső kezdeményező levél a három pénzintézethez, amelynél még hitelállományunk maradt, elindítottuk, és ennek a folyamatnak a következő lépése az, hogy a képviselő testületnek is ezt az álláspontot, ezt a szándékot döntésével ki kell fejeznie. Ez eddig egy egyszerű történet, így aztán ez lenne most a döntésünk, de azonnal hozzá kell tennem, hogy alig ért meg két és fél hónapot ez a kormányzati akarat. Szeptember 9-én parlamenteré nyújtották be ennek egy csomagban egyébként ennek a lehetőségnek a hatályon kívül helyezését, amely tárgyalás alatt van, amely parlamenti vitán van, talán már ettől több is, de nincs kihirdetve és nincs még közlönyben közzétéve. Ameddig ez nincs, addig nyilván a július 1-én életbe lépett törvény az a iránymutató, és ennek fényében hoztuk ezt az előterjesztést ide. Természetesen, hogyha ez a folyamat más irányt vesz, akkor az egyértelműen elrendezi ennek a szándéknak a sorsát, de most, de ma még ez van érvényben, ezért nekünk azt gondolom, hogy az önkormányzati részből, az önkormányzati székből és érdekből ezt a felvetést, ezt a kezdeményezést meg kell tenni, erre jogszerű lehetőségünk van. Ezt célozza tehát az előterjesztés, amely nagyon röviden próbálja ezt összefoglalni, és előterjesztésként a képviselők számára is támogató ajánlattal vitára nyújtani. A felvezető gondolatot követően az előkészítésben hát főszerepet vállaló irodavezetőt kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés vagy pontosítást, de igen, jelzi, hogy erre szükség van. A képviselőtestület az előterjesztés második oldalának harmadik bekezdésénél ott egy dátum tévesen szerepel, 2013. 9.-7-én tárgyalta. Ezt korrigálni kérném szépen. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen, a bizottságülések valamelyikén talán a pénzügyi bizottságülésen felvetődött, és ez egy elírás azért, hogy valóban mindenkinek a saját példányán ez pontosan szerepeljen, szükség volt, hogy ez elhangozik. Köszönöm szépen. Következően a Szakmai Bizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság álláspontjának az ismertetése, Vince Attila képviselőtársunkat kérni. Bizottságunk a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestületet. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Véleménye, észrevétele, módosító indítványa? Nem lát, de igen, mégis... Dr. Csikós Anikó, kérsz. Igen, nekem csak annyi, hogy aki nem bizottsági tag, az nem kapott ebből az anyagból, tehát pénzügyi. Legalábbis én nem kaptam ebből az előterjesztésből. Tehát nekem nem tudom, hogy képvis, aki... Itt most? De... Képviselőtársam se kapott. Tehát... Jó, értem, a kérdésre valamilyen választ, hogy van-e valami technikai oka, figyelmetlenség? E-mailen is kiment és papíralapon is kiment, akkor valahol, ahol elakadt ez a folyamat, kérem, hogy az érintettek ezt egyeztessék egymás között. Ez az előterjesztői szándék, ez világos volt, hogy oda kell érjen, ahhoz, akinek oda kell érnie. Igen, és nem az eredeti anyagban ezt hozzá szeretném tenni, tehát ezt egy pótlólagosan küldtük ki, ennyi legyen talán a mi védkünk ebben a dologban, mint előterjesztői felelősség vagy hiba. Nem döntöttünk el, ugye? Nem, csak a kérdés felvetése volt. Más irányú kérdés valaki részével? Vélemény, javaslat? Nincs döntéshozatalt, kezdeményezek. Aki egyetért abban, hogy ezt a határozatot elfogadjuk, kérem készülnéssel, szavazom erről. Ezt többséginek látom. Volt-e valaki ellene? Talán tartózkodott a szavazástól? Igen, egyfő tartózkodó szavazattal a képviselő testület hétfő támogatóval elfogadta a határozati javaslatot. Ezt követően az eredeti sorszámozást fogom használni, hogy bele ne kavaradjak. A 6-os sorszámú előterjesztés a tárgyalásra következzen, amely javaslatot tartalmaz a szociális igazgatásokról és az ellátásokról szóló 2009-ben megalkotott önkormányzati rendelet módosítására. Ennek az anyagnak az előterjesztője jegyzőasszony, a képviseletét pedig egymással való egyeztetés alapján polgármesterként vállalom. Ez a tartalmi érzékenység okán talán
elfogadható. Elkészítette ezt az előterjesztést Csépányi Bartók Marit ürülővezető felügyelete mellett Mezei Jánosné pénzügyi előadó, és megtárgyalt a három bizottságunk is, a pénzügyi városfejlesztési bizottság, a szociális és egészségügyi bizottság, mint az ügyrendi bizottság is. A bizottsági, bocsánat, a képviselőtestületi ülésre az intézményvezető jelen van, a szociális intézmény vezetője. Kérem őt, hogy a tárgyalóasztalhoz keresse magának helyet, hogyha olyan megközelítés vagy kérdés vetődne fel, amely szükséges a döntéshozók számára, akkor ennek ne legyen akadálya. A formai kiegészítésekkel kezdem, amelyre megkérem Csépányné Bartók Margitot, amely a bizottságüléseken történt egyeztetések kapcsán a egyes számú mellékletnek a módosítását kell, hogy tartalmazza. Ez azért fontos, mert volt olyan, sőt talán majd minden bizottságülés, amely ennek még egy másik változatát tárgyalta, és itt pontosításra, korrigálásra van szükség, amelyet az előkészítők szakmai és pénzügyi részről kérem, hogy tegyenek meg. Az egyes számú melléklet első oldalán. Ugye maga az előterjesztés arra irányul, hogy az intézményi térítési díjak közül ugye csak az étkeztetés költsége változik. Alatta lévő sorban az étkeztetés kiszállítással elnevezésű szolgáltatás díja van feltüntetve. Az eredeti előterjesztés mellékletében 510 forint per ellátási nap összegben, de mivel az étkezéshez kapcsolódó szállítási díj 75 forintba kerül, ezért ez az összeg nem helyes, ehelyett 435 forintot a megfelelő adat. Elnézést kérek a hibáért, és kérném szépen ezt korrigálni. Köszönöm szépen. Más irányú kiegészítés szükséges-e az intézmény vezető részéről? Nem? Jó, akkor ennek a forgatókönyvnek megfelelően szeretnék én is ebben megszólalni felvezetésképpen. Valóban nagyon fontos, nagyon érzékeny terület a szociális ellátás körében a szociális étkezések térítési díja. Ez az előző időszakokban ez az intézmény a kistérsi többszélű társulás fenntartásában működött, és a döntéseit, akár a szolgáltatási díjak meghatározását is ezen a döntéshozói asztalon tette meg. Ez július 1-től már az önkormányzatunkhoz tartozik, a mi fenntartásunkban működik, és talán konkrétabban és nem közvetett módon tudunk befolyással, hatással lenni a szolgáltatási díjakra, a szolgáltatás minőségére, gyakorlati működtetésére és minden egyéb ebben összefüggő dologra. Azért is fontos az, és azért is kellő figyelmet, érzékenységet igényel, hisz több száz idős nyugdíjas segítségre, támogatásra szoruló honfitársunknak ad az intézmény támaszt, segítséget, és hogyha ezt bármilyen módon változtatjuk, akkor ez bizony-bizony kellő körültekintéssel tehető csak meg. Erre igyekeztünk kellő időt, figyelmet és elég mélyreható vizsgálatot megtenni, és azt követően ezt az előterjesztést a testület elé benyújtani. Itt ebben az látszik most, hogy a eddigi 335 forintos térítési díjhoz, ami egy napi étkezésnek a térítési díja alapesetben, ehhez hozzá kell nyúlni. Nem öröm emelni, de valamikor kényszerűségből meg kell tenni. Ez a helyzet áll fönn, és az első költségvetési olvasat azt hozta, hogy bizony ezt nagyon jelentősen, mint egy 85 forinttal kellene megemelni. Ez nagyjából 30%-os térítési díj emelkedést jelentene, amely szerintem, mások szerint is, az érintetteknek nagyon nehezére esne, és nehezen tudnák megfizetni. Ezért arra törekedtünk az előterjesztést előkészítők, hogy ezt a lehető legkisebb emelkedéssel próbáljuk meg elérni, és csak ami elkerülhetetlen, csak amire más megoldást nem tudunk, azt építsük be a szolgáltatási díj árába. Így aztán minden szempontot vizsgálva, ezekre nem nagyon térnék, hisz a bizottságülésen elég mélyrehatóan áttekintettük,
egyetlen egy elemet nem tudtunk már elkerülni a szolgáltatási díj növelésében, egy nagyjából 25 forintos részt, amit úgy is megfogalmazhatunk, hogy a kistérségi társulás megszűnte után, amikor már ezt mi, mint önkormányzati fenntartásban működtetjük, nem illet meg bennünket a kistérségi kiegészítő normatíva, és az ebből fakadó finanszírozási csökkenés, nincs más lehetőségünk, mint hogy az étkezési árakba beépüljön, ez nagyjából 21 néhány forintot, 25 forintot összességében is kerekítve jelent. Minden más körülményt, amely akár indokoltá is tette volna, hogy emeljünk, infláció, élelmezési árak, működési költségek és sok minden más, azokat, kapacitás kihasználtság, azokat mind az intézmény vezetés hát számára egyfajta feladatként határoztuk meg, hogy csinálja ezt hatékonyabban, csinálja nagyobb megelégedettséggel, csinálja ezt nagyobb kapacitás kihasználtsággal, úgyhogy az étkezők számában ez csökkenést ne okozzon. Mi az önkormányzati rendszerben tudtunk még egy ilyen támaszt is adni a kapacitás kihasználtságban, hiszen az általános iskola első osztályosainak az étkeztetését, a szociális konyha kapacitás kihasználtságának a megsegítésére irányítottuk oda, és azt is szeretnénk, hogyha az intézmény már önkormányzati fennhatóság alatt lévén mind a minőséggel, mind az adagoknak a nagyságával, egy sokkal, mind a működtetett gyakorlattal sokkal inkább elérné a polgári idős emberek elégedettségét, amellyel ez irányú szolgáltatás igénybevételük növekedne, és a 600-os konyha kapacitás kihasználásának a felső határát súrolná ez az igénybevétel. Ez a feladata az intézménynek, a mi feladatunk pedig annyi, hogy ezt a tarifát, ezt a szolgáltatási árat ilyen körülmények között meghatározunk. A javaslatunk tehát az, hogy ebben csak a kistérségi kiesett normatíva érvényesüljön a szolgáltatási árak meghatározásokor. Ennyi felvezető gondolatokkal, talán érveléssel és magyarázattal szeretném kérni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését követően a Polgári Idősügyi Tanács álláspontját is, hisz a Idősügyi Tanács is ezt a napirendi pontot megtárgyalta, véleményezte, amely vélemény ismertetésére a bizottsági elnökök tájékoztatója után Szalontai Sándor, a Polgári Idősügyi Tanács szószólója vagy képviselője fogja majd elmondani. Elsőként tehát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság álláspontját kérem. Bizottságunk a rendelet módosítására vonatkozó tervezetet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a bizottság elnökét, Csikós Anikó. A Szociális és Egészségügyi Bizottság is elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot. Köszönöm, az Ügyrendi Bizottság is tárgyalt erről. Az Ügyrendi Bizottság az egyes számú mellékletnek a módosításával együtt tárgyalta már, így elfogadásra javasolja. Köszönöm az Idősügyi Tanács képviseletében Szalontai Sándor képviselő. És akkor, ha már itt van a lehetőség, akkor az Idősügyi Tanács más vonatkozású témáiról is, ha van olyan, ami ránk tartozik. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, az Polgári Idősügyi Tanács szeptember hónapban két alkalommal ülésezett. 2013. szeptember 11-e ülésén tárgyalta az Idősek Világnapja alkalmából megrendezendő ünnepségek programját. Tájékoztatást kapott a részletes rendezvény tervezett forgatókönyvéről a Művelődési Ház igazgatójától. A nyugdíjas klubok igényeinek figyelembevételével kiosztásra kerültek a belépőjegyek. Az Idősügyi Tanács jóváhagyta a rendezvénytervet és közreműködést vállalt a szervezésben. Polgármester úr felhívta a tanács figyelmét a kitüntetési javaslatok beadására a határidőre. A tanács a kitüntetési javaslatokat leadta. A Polgári Idősi Tanács 2013. szeptember 25-e ülésén tárgyalta a szociális étkeztetés térítési díjának változásáról szóló előterjesztést. Polgármester úr szóbeli kiegészítése után az Idősügyi Tanács kifejtette véleményét és észrevételeit a térítési díj emeléséről,
majd egyhangú döntéssel egyetértett az előterjesztéssel. A tanács napirend tárgyalása során kifejtette véleményét az étkeztetés minőségével kapcsolatban, a házi segédnyújtás igénybevételének szabályairól, az intézmény működéséről kért információt, amelyet a jelenlévő intézményvezetőtől megkapott. Tisztelt képviselőtestület! A következő ülésen a temetés szolgáltatásairól tárgyal az idősügyi tanács. Figyelemmel az új törvényi szabályzásra, a helyi rendeletek módosítására, a működési gyakorlatra. Köszönöm szépen, és azt szeretném mondani, hogy az idősügyi tanács nagyon aktívan figyeli az idősödő polgári lakosokat, és minden alkalommal felvetjük azt, hogy igazán valaha el kellene érni azt, hogy polgáron egy igazi idős otthon kerüljön, ahol az olyan idős nénik, akiket már nem tudnak gondozni, ápolni, és ezzel tudnánk segíteni, hogy egy otthonban normális és szép körülmények között a szép öregkorukat be tudják fejezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester úr. Köszönöm szépen a véleményt, amely valóban adott egy picivel több kitekintést az idősügyi tanács üléséről, mint sem a napirendi pont, de ez egyáltalán nem baj, így rendben, vagy, rendben van, és hát ezzel a támogató véleménnyel is ajánlom vitára a képviselőtestületnek az előterjesztést. Akinek tehát kérdése van, kérem, az jelezze. Kérdést nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat. Nem látok véleményt. Döntéshozatalt kezdeményezek. Aki egyetért az előterjesztésben, annak mellékleteit támogatja, kérem készfelemeléssel szavazon erről. Köszönöm, ezt egyhangúnak látom, volt-e valaki ellene, talán tartózkodott a szavazástól, nem látok ilyet, megalapítani a képviselőtestület 8 fő támogató szavazattal elfogadta a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletünk módosítását az egyes számú melléklettel. Több más dolog mellett is, amely a döntéseinket jelenti, különösen is ezügyben kérem a polgártárs újság szerkesztőit, hogy ezekről a döntésekről az érintettek, hogy mindinkább tudjanak tájékozódni a következő számban kellő figyelmet és terjedelmet, ha szükséges, akkor érvelést is tartalmazó írásokat legyen kedves tenni. Persze itt az intézmény vezetésnek is hasonló feladata van, hogy ezekről a változásokról az érintetteket kellő időben és megfelelő módon tájékoztassák. Köszönöm szépen! Ez volt a 6-os. Eredeti számozásban a 7-es napirendi pont tárgyalása következik. Ez az előterjesztés javaslatot tartalmaz a Polgári Kistérség Többszörű Társulásának 2013 első fél évi gazdálkodásáról, költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a megszűnéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolás elfogadására. Az anyag előterjesztője dr. Vájné Antal Mária jegyző készítette ezt az anyagot, Csépányné Bartók Margit és pénzügyi előadója Mezei Jánosné. Megtárgyalta vélemény ezt a pénzügyi és városfejlesztési bizottság. Az előterjesztőt kérdezem először, kíván egy szóbeli felvezetést mondani. Igen, jegyzőasszony, illeti a szót. Tisztelt képviselőtestület, az anyagból is kiderül, de már több alkalommal is említettem képviselőtestületi üléseken, hogy a Polgári Kistérség Több Célú Társulása 2013. június 30-ával megszűnt. A megszűnést megelőzően a társulási tanács döntött azokról a kötelezően ellátható feladatokról, amelyekben valamennyi, illetve néhány szomszéd település is részt vett, hogy ezeknek a feladatoknak az ellátása 2013. július 1-ét követően hogyan fog történni. Az előző napi rendtárgyalása során már többször is említés volt arról, hogy a kistérségi szolgáltató központ az önkormányzat fenntartásába került. Itt egy fenntartóváltás következett be, ahol a családsegítés, gyermekjóléti, szociális feladatok ellátása különböző megállapodásokkal, melyekről a testület szintén tárgyalt a korábbi ülésein, ezek
a Tisza Gyulaháza, illetve útikos településekkel megállapodás alapján ellátásra kerülnek, addig, amíg ők működési engedélyt nem kapnak. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait a törvény erejénél fogva, mivel egyéb megállapodás nem jött létre, a polgármesteri hivatal látta el, és most ezen napirend tárgyalása során egy ilyen feladatunknak teszünk eleget, ugyanis az államháztartásról szóló jogszabályok előírják, hogy a társulás megszűnését követő 60 napon belül pénzügyi elszámolást kell készíteni, ezt valamennyi érintett önkormányzatnak el kell fogadnia. Ez most időben egybeesik a társulás 13 első fél évi pénzügyi beszámolójával. A pénzügyi beszámolóból kitűnik, hogy van még függőben lévő kötelezettségvállalása a társulásnak. Erre vonatkozóan az ehhez szükséges fedezetet biztosítjuk az érintett önkormányzatok egyetértésével, és amennyiben ennek felhasználására nem lesz szükség december 31-ig, akkor lakosságszám arányosan ezeknek a megosztása is meg fog történni. Én ezekkel a bevezető gondolatokkal indítom vitára az előterjesztést. Köszönöm szépen. Az előkészítők részéről nincs kiegészíteni való. Akkor a bizottsági álláspont ismertetése következzen. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság tárgyalt, a bizottság elnökét Ince Attilát kérem. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen. A előterjesztés vitáját megnyitom. Akinek kérdése van, kérem jelezze. Kérdést nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat. Kíván-e valaki vitát nyitni? Nem érzékelek ilyet. Döntéshozatal kezdeményezek. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, azt támogatni tudja, hogy ilyenként zárjuk a kistérségi társulás féléves gazdálkodását, illetve 13. évről szóló gazdálkodását. Kérem készülnéssel szavazon arról. Egyhangúnak látom, ellene volt valaki, talán tartózkodt a szavazástól, nem volt ilyen, megalapítani a képviselőtestület hétfő szavazattal egybehangzó támogató döntéssel elfogadta a határozati javaslatot. Molnár János alpolgármester úr nincs a döntéshozatal pillanatában a teremben. A 8-as sorszámmal beazonosítható előterjesztés tárgyalása következik. Az előterjesztés polgárváros önkormányzata vagyongazdálkodásának szabályszerűségéről szóló, számvevőszéki ellenőrzésről szóló jelentésről. Előterjesztő a polgármester, előkészítését Csépané Bartók Marit, a pénzügyi iroda vezetője irányította. Megtárgyalta, véleményezte a pénzügyi és városfejlesztési bizottság. Az előkészítőt kérdezem először, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni, jelző, hogy igen, parancsolj. Tisztelt képviselőtestület, a előterjesztéshez tartozó határozati javaslatban van módosítás, mégpedig olyan módon, hogy ugye az előterjesztés határozati javaslatának első pontja egy intézkedési tervet tartalmaz, amely két pontból áll. Ugyanakkor még azt követően van egy határozati javaslati pont. A bizottság, pénzügyi bizottság ülésén előterjesztőként befogadtuk, hogy módosul olyan formában ez a határozati javaslat, hogy két pontja lesz magának a határozati javaslatnak. Az első pont az intézkedési terv, ami első és második pontból áll, illetve második pont lesz a korábbi eredeti határozati javaslat harmadik pontja. Ez a szerkezeti változás része, és akkor mondanám, hogy a harmadik pont, amely most már ugye a határozati javaslat második pontjává változik, hogyan fog szólni, illetve a határidőben van még módosítás, ismertetem. Tehát a határozati javaslat második pontja úgy szól, hogy a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézkedési terv második pontjában foglaltak szerint módosított hitelszerződéseket polgárváros önkormányzata nevében aláírja, és akkor a határidőnél
úgy szól helyesen, hogy az intézkedési terv második pontja és a határozati javaslat második pontja esetében 2013. október 30-a a határidő. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést. Ez a szükséges felvetés és megközelítés a pénzügyi városfejlesztési bizottság ülésen vetődött fel, és ebben egyetértve a felvető és az előterjesztő ennek a pontosított, javított, módosított változatát ismertette az iroda vezető, és azt kérem, hogy a tárgyalás, a napirendi tárgyalása kapcsán ezt a változatot, ezt a megközelítést tekintsük a vita tárgyának. A pénzügyi és városfejlesztési bizottság tárgyalta meg ezt az előterjesztést, a bizottság elnökét kérem, hogy ismertesse a álláspontot. Bizottságunk az itt ismertetett változatot elforrásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom, akinek kérdése van, jelezze. Tervezi-e valaki, hogy kérdést fogalmaznak? Nézzek körbe, nem látok ilyet. Vélemény, észrevétel, javaslat. Tervezi-e valaki, hogy vitát indít? Döntéshozat előtt mégiscsak hagyd mondja két-három mondatot. Szóval egy önkormányzat életében, amikor az állami számvevőszék bejelentkezik vizsgálatra, az mindig kellő izgalmat jelent. Hát egyfelől azért, hogy valóban jól csinálja-e, valóban jogszerűen, szabályszerűen működteti-e a rendszert az, akinek ez a dolga. Másfelől pedig, hát nyilván, amikor ennek a végére érünk, akkor annak a végkövetkeztetése, vagy szükséges cselekvési terve, az milyen feladatokat ró a felelősöknek. Ebben a vonatkozásban, amely 5 évet tekintett át, sőt attól többet, 2007 és 2011 időszakon túl, még az előző év első fél évének teljes egészét is vizsgálta, emlékeim szerint egy évvel ezelőtt majdnem 2 hónapon keresztül, és hát tengernyi dokumentumot áttekintve a számvevőszék, annak a jelentése alapvetően úgy lehet megfogalmazni, hogy rendben talált majd mindent, arról, hogy szabályszerűen, jogszerűen gazdálkodunk és működünk, arról most már nem csak feltételezésünk, hanem papírunk, írásunk is van, és azért ez megnyugtató. Ezzel együtt azért jó néhány információt ebből az anyagból ki lehet olvasni. Nevezetesen azt, hogy az önkormányzatunk elmúlt években milyen módon szenvedett vagyonvesztést, vagy ért el vagyonnövekedést. És az látszik, hogy egy 10%-os vagyonnövekedést tudtunk a beruházások, felhalmozási kiadások teljesítésével, céljaink és az önkormányzati feladatellátás területén elérni, ez egy pozitív. Nem történt vagyonvesztés. Ami pedig a cselekvési tervet és a határozati javaslatnak a két pontját érinti, hát én azt kívánom magunknak, hogy ettől nagyobb problémát sem most, se a jövőben, semmikor ne találjon és ne állapítson meg erre hivatott állami szerv. Ez ugye egyfelől, mi tudtuk, hogy az előző éveknek a tennivalói körében az ingatlan vagyon kataszter és a földhivatali ingatlan vagyon nyilvántartás összhangját szükséges megteremteni. Hát ezt nem egy-két év okozta, amelyben nyilván dolgozunk. Van is még feladat, részben ez már megtörtént, de folytatni kell ennek az összhangját. A másik pedig egy önkormányzatokat illető szabályozás, amelynek jelentősége attól a ponttól kifejezetten fontos, amikor a feladatellátás, a feladat alapú finanszírozással kapják az önkormányzatok a központi költségvetésből a forrást, és ezen túl bármilyen helyi cél, bármilyen helyi szándék megvalósításához nem általában a bevételek adnak fedezetet egy pénzintézeti hitelügyletnél, hanem csak és kizárólag a saját bevételeink jelenthetik ennek a
a fedezeti oldalát, és ezeket a meglévő hitelügyleteinknél ilyen módon kell korrigálni. Úgyhogy ezt ennek alapján meg fogjuk tenni. Egyébként az intézkedési terv is lényegében erre a két területre fókuszálva határoz meg forgatókat. Ennyi hát kiegészítő gondolatok után szeretném tehát elismeréssel illetni azokat, akik a pénzügyi gazdálkodás szabályosságát és a működés hatékonyságát kapták és teszik feladatként az önkormányzati rendszerben. Gondolom ez a számvészőki jelentés nekik is egyfajta elégtétel, mi pedig azt gondoljuk, hogy ezen a területen nagyjából rendben vannak a dolgaink. Ezen záró gondolatokkal, aki az intézkedési terv pontjait, illetve a határozati javaslatba foglalt intézkedési tervet támogatni tudja, kérem kéztelenéssel szavazon erről. Körbenézve ezt egyhangúnak látom, valaki ellene volt, talán tartózkodott a szavazástól, nem látok ilyet, megalapítom, hogy a képviselőtestület 8 fő támogató szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, annak cselekvési tervét. A 9-es napirendi pont tárgyalása következik. Ez tájékoztatót tartalmaz a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola, mint a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola 2013-14-es tanévnek az indításáról. Körünkben vannak régi ismerőseink, az intézmény vezetők, Vajda László igazgató úr és dr. Falagóné Béris Edith igazgató. Azt mondja, arra kérem őket, hogy a képviselőtestület asztalánál mind a ketten foglaljanak helyet. Edith itt a másik oldalon talán a idősügyi tanács képviselője mellett, de így is jó, hogyha így tartják praktikusabbnak. Ezt az előterjesztést a polgármester képvisel előkészítésében dr. Várnyi Antal Mária címzetes főjegyzőasszony vett részt, megtárgyalta és véleményezte az Oktatási Kultúrás és Sportbizottság. Előterjesztőként, mielőtt az előkészítőknek adnám meg a szót, úgy ítéltük meg, hogy időszerű, aktuális, fontos, hogy ez a nagyon nagyvonalú, nem, nagy jelentőségű, a nagyvonalú az talán nem jó szó, nagy jelentőségű, mérható változás, amely az eddigi oktatási rendszert, ezen belül a településen a középiskola és az általános iskola fenntartói feladatainak a változását hordozta magában, és szeptember 1-től teljesen új feladatkiosztási, ellátási, hatásköri rendszert hozott létre. Annak a helyi tapasztalásait, a változásoknak a fő mozzanatait, irányait, kitől mástól, mint az intézmény vezetőktől igényeljük és kérjük. Kérésünket írásban is megfogalmaztuk, és mind a két intézmény vezetője ezt írásanyagban az előterjesztés mellékleteként ez megtalálható, elkészítette. Ezzel együtt is arra kérem őket, hogy akinél ez az írásanyag nem lehet jelen vagy kézben, vagy attól többlet információt, másabb megközelítést is kívánnak tenni, ezt egy szóbeli felvezetésben adják közre. Én azt javasolnám, hogy egy napi rendi pontként és egy blokkban tárgyaljuk, hisz mind a két intézményre, bár különböző mértékben, de mégis az az új köznevelési törvény és annak hatása érvényesül. Így arra kérem elsőként talán akkor igazgatóasszonyt, hogy egy szóbeli felvezetést vagy megközelítést adjon ennek az új helyzetnek. Tisztelt képviselőtestület! Örömmel tettem eleget a felkérésnek, hogy tájékoztassam a képviselőtestületet az általános iskola 2013-14-es tanévének indításának tapasztalatairól. Tettem ezt azért is, mert ugye fenntartóváltás történt az előző évben, de a működtető továbbra is a polgári önkormányzat, illetve ugyanazt a feladatot látjuk el, hiszen intézményünkben a polgári általános iskoláskorú tanulók nevelése, oktatása folyik továbbra is. Nos, a változásokról. A nyár folyamán intézményvezetői újabb megbízásomra került sor, illetve szeptember 1-től megváltozott az általános iskola neve is. A Vásárhelyi Pál általános iskola elé került a polgári szó, így különböztetik meg az ország más
ugyanezen nevet viselő általános iskolájától a miénket. Az elmúlt tanév változásai után szintén nagyon nagy szervező munkát és körültekintő munkát kíván tőlünk az idei tanév változásai, a törvényi kötelmeknek való megfelelésünk. Ugye az előző tanévben bevezettük első és ötödik osztályba a testnevelést, minden napos testnevelést heti 5 órában, ez felmenő rendszerben tovább folytatódik, most már a második, illetve a hatodik évfolyamokon is. A köznevelési törvény ettől a tanévtől, szeptember 1-től tette kötelezővé az általános iskola első és ötödik évfolyamán a hit és erkölcstan oktatásának a bevezetését. Két történelmi egyház hitoktatást végez az iskolában, illetve képzett nevelőink az erkölcstan oktatását. Itt a szülők választhattak a hit oktatás, illetve az erkölcstan oktatása között, de ez rendesen tanóra keretében történik. Ami a legnagyobb szervező munkát kívánta meg tőlünk, az a 16 óráig történő nevelés-oktatásnak a bevezetését jelentette. No, nem is az alsó tagozatban okozott ez gondot, hiszen 2007-től ugye az alsó tagozatra, vagy az alsó tagozaton bevezetésre került az egésznapos iskolai oktatás, az iskola otthonos oktatás. A felső tagozaton viszont attól függetlenül, hogy óraszámemelkedést okozott, óraszámemelkedés volt a pedagógusoknál, felső tagozaton a 16 óráig való foglalkoztatás megszervezése tulajdonképpen humán erőforrás szükségletet feltételezett volna. Eddig 3 státuszt kapott az iskola ezeknek a feladatoknak az ellátására. Mit is jelent ez a felső tagozaton? Azt jelenti, hogy azok a tanulók, akik eddig nem megfelelő teljesítményt nyújtottak, esetleg veszélyeztetett körülmények között élnek, nem biztosított számukra a családban a mindennapos felkészülés, azok bent tanulnak az iskolába, úgy nevezném régi értelemben, hogy tanulószobán készülnek fel a következő napra. Ez ilyen tanulás segítő felkészítés napi 2 órában. Felzárkóztatáson vesznek részt. Ugyanakkor emellett fontos feladatunk a tehetségeknek a felismerése és a tehetségek gondozása is. Nyilván ezek a tanulók felmentést kaphatnak szülők kérelmére igazgatói engedéllyel, mondjuk az iskolába való felkészülés alól, de a tehetséggondozó szakkörökön, versenyekre való felkészítéseken ezeknek a tanulóknak is jelen kell lenniük. Vagy pedig művészeti nevelésben kell, hogy részt vegyenek. A szülői kérelmek már beérkeztek az iskolába, egyénenkénti elbírálás alá fognak esni ezek a szülői kérelmek. Fontosnak tartom itt is felhívni a szülők figyelmét, hogy a délutáni foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzást ugyanolyan igazolással kell a szülőnek bizonyítani, hogy igazoltan volt távol a tanuló, mint a délelőtti tanórák esetében, mert ugyanazok a szankciók vonatkoznak ezekre a foglalkozásokra is. Amennyiben mondjuk a tanuló felmentést kapott a foglalkozások alól, de a tanulmányi eredményében romlás következik be, akkor megkérhetjük, hogy folytassa a felkészülését az iskolába. Ezt megvalósítani, megszervezni nagyon nehéz a felső tagozaton, mert tulajdonképpen ez most egy próba év lesz. Reméljük, hogy a későbbiekben
kapunk még hozzá státuszt, hogy ezt teljes egészében be tudjuk vezetni. Ezzel szerettem volna kiegészíteni és tájékoztatni önöket. Köszönöm szépen. Egy hasonló megközelítés és tájékoztatást kérünk, várunk igazgató úrtól, középiskola, gimnázium. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt városlakók. 2013. január 1-től a középiskolát is, illetve a szakképzést is érintette az a változás, amely befolyásolja a jövőnket. Ugye név szerint pontosan az, hogy állami fenntartásba kerültünk. Nekünk nem csak a fenntartók lett állami, hanem a működtető is, hiszen azt fogalmazta meg a szakképzési törvény, hogy a szakképző iskolák működtetője a megye központi tankerületek, tehát mi teljes egészében úgynevezett tokka vonóval átkerültünk a megyei központi tankerülethez. Örültem a felkérésnek én is, hogy be kell számolnom, vagy tájékoztatást kell adnom a volt képviselőtestületnek, aki valamikor atyáskodott felettünk és bábáskodott. Jó érzés volt, megmondom miért, mert hát elég nehéz most középiskola igazgatóként dolgozni és ténykedni. A Klebersberg intézmény fenntartó központ nem teljes mértékben váltotta be egyelőre azokat az ígéreteket, amivel a kormányzat, illetve a kormányzati szándék létrehozta. Ez semmi más nem hozza, mint a tegnap esti hír is, hogy a miniszter úr személyesen nevezett ki miniszteri megbízottat a Klebersberg intézmény fenntartó központ élére. Milyen változásokat jelentett ez és jelent most ez a középiskolában? Az állami fenntartás, illetve az állami működtetés. Ami látszik törvényi oldalról, hogy megváltozott a szakképzésünk, tehát visszatérünk a hagyományos rendszerhez, tehát megszűnt már a 2+2-es képzési rendszer, és a hagyományos 3 éves szakiskolai képzésbe tanulhatnak a szakiskolai tanulók. Ez azt jelenti, hogy már 9-ben is van szakmai gyakorlat, ezt a szakmai gyakorlatot egyelőre bent az iskolában, tanműhelyben, illetve a tanítteremben, tamboltban tudják le a gyerekek, majd 10-ben, 11-ben kikerülnek most már külső gyakorlatra, és csak külső gyakorlaton fogják elsajátítani a szakmamester fogásait. Ezzel még egyet is lehet érteni, tehát úgy gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek ez a képzési forma sokkal jobban megfelelő, mint a 9-10. Évfolyamos elméleti képzés, ahol a bukási arány igen magas volt, hiszen matematikából, történelemből, közismereti tantárgyakból a szakiskolába járó gyerekek ugye nem nyújtották azt a teljesítményt, amivel tudták volna abszolválni a adott évfolyamot. Ennek következtében ugye a magas bukási arány jellemezte ezeket az évfolyamokat. Talán most ezzel változni fog, és sokkal könnyebben be lehet őket vezetni a munkavilágába. Tehát ez a változás úgy gondolom, hogy pozitív. Ami nem biztos, hogy túlságosan szerencsés ennek a változásnak a következményeként, hogy az új OK-val felállt képzési rendszerben olyan megkötéseket írt elő a iparkamara, amelyeket teljesíteni, hát nagyon kevés intézmény tud, vagy nagyon kevés képző hely tud. Tehát magyarul én félek attól, hogy a következő évben, amikor ezek a gyerekeknek majd ki kell menni külső gyakorlati helyre, nem fogunk találni olyan külső gyakorlati helyet, aki vállalja majd azokat a kötelmeket, amelyeket a törvény előír. Például a kereskedő, ugye nekünk van kereskedő képzésünk, ezeket az új OK-jé összevonta egy képzési rendszerbe, és eladó lett ennek a szakmának a neve, és ebben az új képzési rendszerben csak multinacionális cégeknél vehetnek részt külső gyakorlaton. Ez pedig azt jelenti, hogy Metro, Tesco, Spar, ahova kerülhetnek a gyerekek, máshová nem mehetnek. Én nagyon félek attól, hogy ezek a cégek nem fogják fölvállalni teljes mértékben ezen gyerekeknek a képzését. Magyarul gyakorlati hely hiányában nem fogják tudni teljesíteni az élet. Középiskola, érettségi és szakközépiskola. Az érettségével, vagy az érettségit adó gimnázium osztályokban történt a legkisebb változás. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljesen hagyományosan megyünk, bár új kerettantervekkel indultunk 9. évfolyamon, ami nem jelentősen tér el az eddig megszokottól, ugyanúgy majd 12. évvégén érettségi vizsgát tesznek a gyerekek. Ami lényeges változás, és ami eddig nem volt, az 50 óra közszolgálat. Tehát ez azt jelenti, hogy csak akkor kaphatnak érettségi bizonyítványt a gyerekek, hogyha ezt az 50 óra közszolgálatot teljesítették és igazolták.
folyik a 50 óra közszolgálatnak a pontos megszervezése és koordinálása, hiszen ez az intézmény feladata lesz. Kerestük itt is a településen lévő cégeket, non-profit szervezeteket, egészségügyi központot, óvodát, önkormányzatot, ahová ki tudjuk helyezni ezeket a gyerekeket, és az 50 órás közösségi szolgálatot tudják majd teljesíteni. Szakközépiskola. Szakközépiskolában lényegesen nagyobb a változás, ez azt jelenti, hogy most már majd szakmai érettségi tantárgyból kell a gyerekeknek 5. tantárgyként érettségizniük, és ez munkavállalásra jogosít. De én ezt mondtam a szülőknek is, hogy ez egy picikét ugye csalóka, hiszen nem ugyanaz az érettségi bizonyítvány, mint amikor én érettségiztem 1982 környékén, és én még mellé kaptam a gépjármű technikai szerelő, autószerelő bizonyítványt. Ő egy tantárgyat választ kötelező jelleggel méghozzá a képzésnek megfelelő tantárgyat, és ebből kellnek érettségi vizsgát tenni. Ez egy picikét beskatujázza a gyereket, tehát nem teljesen szerencsés ez a rendszer. Ezen túlmenően ugye a gazdálkodásunkról, hiszen a képviselőtestülettel ezelőtt jó pár évvel az elég sokat vitáztunk a gazdálkodásról, hogyan alakult az iskolának a gazdálkodása. Ugye teljes egészében állami fenntartás, tehát ugye a Klebersberg intézmény fenntartó központ fizeti a számláinkat. Hát eléggé, hogy finoman fogalmazok, nem gördülékeny ez a kifizetés. Ez azt jelenti, hogy én mióta 2009-től a gimnázium élére kerültem, soha nem volt kifizetetlen számlám. Most 2,5 millió forint gázszámla tartozásom van, meg villanyszámla tartozás. Odáig jutottunk el, hogy a szolgáltató állandóan küldi a levelet, hogy kikapcsolja. Nyilván én is tudom, közintézményt nem fognak kikapcsolni, de küldi a felszólításokat. Adósságkezelő cégnek adták át már a számláinkat, mert egyszerűen nem történik meg a kifizetés. Én tudom, hogy áfa törvények, államháztartási törvény előírja, hogy január 1-től nem a József Attila gimnázium nevére kell, hogy szóljon a számla. De erről nem én tehetek, erről a szolgáltató tehet. Arról meg pláne nem tehetek, hogy két mamut szolgáltató, a Klebersberg intézmény fenntartó központ, meg az EON és a Tigáz nem tudnak egymással megegyezni, ott, ahol nekem, mint intézményvezetőnek semmiféle aláírási jogom már nincsen. Tehát én mentesültem mindenféle ilyen, sőt ki is vették a jogot a kezemből, tehát ezeket az aláírási jogokat kivették, és ezeket elvonták tőlünk intézményvezetőktől. Tehát a gazdálkodásunkról ugye egyet tudok mondani, hogy igazából nem látom, hogy hogy állok, egyet tudok, én benyújtom állandóan a kérvényeket, ezekre a kérvényekre majd 2 hét múlva, 3 hét múlva jön válasz, és talán tudunk majd vele dolgozni. Igaz, hogy eddig még semmilyen kérvényemet vagy kérelmemet nem tagadtak meg, tehát nem mondta azt a tankeret, hogy már pedig ezt ő nem fizeti ki, de azt úgy gondolom, hogy a képviselőtestület is tisztában van azzal, hogy soha nem kértem olyat, ami nem volt indokolt, vagy nem volt törvényileg megfelelő a kérelmem mindig alátámasztva. Tehát nem történt ilyen, de most gyakorlatilag ezt tapasztalom. Ami problémát jelentett az év indításánál, az a humán erőforrás. Ugye ezzel mindig kínlódtam, hogy a megfelelő szakos végzettségű pedagógusokat ide tudjam hozni az intézménybe, és fel tudjam tölteni, és szeptember 1-jével vagy szeptember 2-ával úgy kezdjük a tanévet, hogy a szakos ellátottságom 100%-os. Ezt sajnos nem tudom elmondani, hiszen a munkáltatói jogkört kivették a kezemből, nekem felterjesztésre van lehetőségem, én felterjesztem az embereket, augusztus 12-én elküldtem a teljes személyanyagot a javaslattétellel együtt. Mind a mai napig nincs róla tudomásom, hogy az az ember, aki ma nálam dolgozik bent, az hivatalosan ki van-e nevezve. Nem kaptam róla papírt. Olyanról is ugye kivették most már a kezemből azt is, hogy én hirdethetem meg az állást a KSK portálon. Eddig én, mint intézményvezető meghirdetettem, most már nem csak Debrecen hirdetheti meg. Írtam levelet a jogász hölgynek, hogy ugyan mondja már meg, hogy kinek kell elküldenem, mikor kell elküldenem, mennyi idővel kell elküldenem, hogyan kell elküldenem, mi az eljárásrend, hogy meghirdetése kerüljön, hiszen most is keresek egy informatika szakos középiskolai tanárt, mert 26 órának nincs gazdája. Ugye most jelenleg megoldottam tartós helyettesítéssel, mert ezt itt hagyták nálam. Ezt a jogkört a Klebersberg intézmény fenntartó SMS-e itt hagyja nálam azt a jogkört, hogyha helyettesítésre kell valakit kinevezni, azt az intézmény vezetője teheti meg, bár igaz, egyeztetnem kell a tankeret igazgatóval. Én ezt az egyeztetést szeptember 2-án kezdeményeztem, még mind a mai napig nem kaptam rá választ, hogy ugyan jöjjek be, mehet, nem mehet. Ott van az ember, dolgozik, 24-én már lejárt a kinevezés, amit én lehet, hogy fegyelmi felelősség mellett, de megtettem. Kineveztem az illetőt, 24-ig alkalmas.
alkalmaztam, addig volt szerződése, lejárt. Most megint ott vagyok, telefonálgatok, hogy ugyan mondja már meg valaki, hogy kinevezhetem, ők hosszabbítják meg, ki hosszabbítják. Nem, óra ellátatlanul nem maradhat, de nem tudom megoldani. Szóval olyan falakba ütközöm intézményvezetőként, ami egyszerűen, hát tényleg odáig vezet, hogy azt mondtam, hogy 2014. június 30-án lejár a mandátumom, és nem vagyok olyan őrült, hogy én ezt még egyszer megpályázom. Mert ez nem fehér embernek való, ez, hogy igazgató gyakorlatilag meg gúzsba kötve, nem tudnak lépni, nem tudok hova szólni, mert ha írok levelet a Marek Népintér Arankának, akkor nem akarom szegény ügykezelőt vagy ügyintézőt ráhúzna vizes lepedőt, aki bent van a debreceni tankerületben, mert ő fölteszi a kezét, nagyon jó viszony van, fölveszik a telefonomat. Tehát ha hívom őket, fölveszik. Mondja, nem forduljak a tankertigazgató asszonyhoz, csak ő adhat rá engedélyt. Ővele még nem sikerült telefonon beszélni. Nem veszi föl a telefonomat, nem hív vissza e-mailemre, egyetlen egy e-mailemre nem válaszol. Szóval én nem tudom, hogy ezt mivel érdemeltem ki, de nem csak én, valamennyi középiskola így van Debrecenben. Ezt már én kezdeményeztem, hogy legyen egy ilyen középiskolai igazgatói kollégium Hajdú-Bihar megyébe, és igazgatók, mi legalább üljünk már össze, és beszéljük már meg, hogy ez csak nekem Vajda Lászlónak, a Polgári József Attila gimnázium igazgatójának szól, vagy ez mindenkinek így szól, de állítólag, még egyszer mondom, másodkézből vannak információim, október 2-án lesz egy igazgatói értekezlet, ahol megalakul ez az igazgatói kollégium, vagy szakmai munkaközösség Hajdú-Bihar megyébe, és hát, ha akkor valamit tudunk tenni. Szakmaiságból. Az volt ugye a törvénynek az első is kimondott szándéka, hogy a szakmai fenntartás kerüljön állami kézbe, hiszen a képviselőtestületek, elnézést, de ezt mondták, képviselőtestületek nem tudják szakmailag koordinálni az iskolákat. Most nálunk a 29 szakképző iskolára Hajdú-Bihar megyébe 2 darab szakmai referens van, 5-tel indultunk, de az 5-ből már 4 elment, egy van a régiek közül, azaz egy beadta a felmondását szeptember 30-áig van, október 1-től ő már nem a Klebersberg, nem kíván a Klebersberg intézményfenntartó dolgozója lenni a debreceni tankerületbe, tehát ő is elmegy, tehát 2 vannak, egy az középiskolai, tehát ő középiskolából jött, a másik hölgyet az oda vezényelték ezelőtt 1 héttel, 2 héttel egy általános iskolából. Soha nem dolgozott szakképző intézményben. Szóval ezek azok a visszás dolgok, amelyekkel mi, mint igazgatók, vagy én, mint igazgató szembesülök, és Isten bizony visszasírom azt az időt, amikor a polgárváros önkormányzatához tartoztam, és itt kellett vitatkoznom a képviselő urakkal és hölgyekkel a pedagógiai programomról, a költségvetésemről. Ideges voltam néha, én ezt nem vitatom, de megközelítőleg nem kaptam annyi ideget, mint amennyit most, és gúzsba kötött kézzel nem tudok mit csinálni. Én elmondtam a tantestületemnek is, hogy gondolkozzanak, ki szeretne igazgató lenni, mert már hónap átadom a székemet. Mert egyszerűen ezt épésszel fehér ember nem tudja csinálni. Elnézést kérek, hosszú voltam, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Nem voltál hosszú. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és ugye a szokásos menetrendet folytatjuk, akinek a írásban megkapott anyaghoz, noplána meg itt a szóban elhangzott kiegészítésekhez kérdése van, akkor kérem, az jelezze. Nincs kérdés, akkor mégiscsak. Stuba József képviselő úr, kér szó. Mikrofon. Pedig azzal, hogy elmondtad, hogy nincs elég státusz a felső tagozatosoknak az egész napos iskolához, hogy azt hiszem, hogy most 3-at kaptál, 3 státuszt. Mennyi is kellene összesen most nektek ebben az évben, erre vagyok kíváncsi, és ha nem kaptál, akkor csak van túloldó, vagy hogy oldod meg ezt a problémát? Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? És akkor egy nem túl rosszú választ kérünk a igazgatóasszony parancsnok. Tehát eddig 3 státuszt kaptunk pluszban. Ez mondjuk egy kis magyarázatra szorul. Tehát státuszt kaptam emberrel.
Ezt a státuszt a Hajdúnánási Általános Iskolából vonták el, és ide helyezték az illető dolgozót polgára. Tanítói végzettségű embert kaptam, kettőt, hát nyilván nekem külső tagozatos szakos pedagógusokra lenne zömében szükségem. Annyi szerencse van talán, hogy bevonhatóak a délutáni foglalkozások megtartásába, illetve mivel olyan műveltségterületű képzéssel rendelkeznek, 5.-6. osztályban óraadható nekik. A problémát talán inkább az jelentette, hogy ezt nem augusztusban kaptam, hanem szeptember közepén. Így olyan nehézségekkel nyilván nekünk is meg kell birkóznunk, hogy a sokadik tantárgyfelosztást készítjük. Jelenleg még két státuszra van beadva igényem, ez is felső tagozatos szakos pedagógus igény lenne, illetve hát a törvény leírja a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak létszámát meghatározott létszámú iskolában. Ezeket a státuszokat még nem kaptuk meg, tehát úgy, mint iskolapszichológus, pedagógiai asszisztens, iskolai könyvtáros, rendszergazda alkalmazása. Azt a tájékoztatást kaptam a Hajdúnánási Tankerület igazgatójától, hogy ez folyamatban van. Ellentétben, nem azt mondom, hogy nincs nehézségünk, hogy nincs problémánk, mert nyilván nálunk az volt a rend, hogy júniusban már a pedagógusok úgy mentek el a nyári szabadság letöltésére, hogy egy 90%-ban kész tantárgyfelosztás már elkészült, és tehát a nyári szünetben is készíthették a tanmeneteket, és készülhetek a szeptemberre. Most szeptemberben több tantárgyfelosztást készítettünk, és nyilván hogy az órarendet is állandóan mozgatnunk kell. Nem tudom, ki elégítő volt a válasz. De körülbelül még így, hogyha létszámot veszek, két pedagógus, pedagógiai asszisztens, három fő, iskolai könyvtáros, egy fő, rendszergazda, egy fő, iskolapszichológus, egy fő, illetve úgy tudom, hogy az esen is tanulók ellátására a gyógypedagógusokat, utazó gyógypedagógusokkal fogják megoldani, tehát Hajdúnánási és polgárt fogja ellátni. Tehát ennyi főre lenne még szükség, ami folyamatban van. Köszönöm szépen. A kérdések után vélemények, észrevételek, bármi nevű megközelítések. Köszönöm szépen. Egy véleményem volna még, és csak egy mondatos vélemény, hogy nem hallottam a választható Lórára vonatkozóan. Tehát nincs értem. Én is így gondoltam. És akkor, ha lehetne még egy kérdést a másik intézményhez, mert fölvetődött itt a felújítás karbantartási dologról is lévén szó. Ugye az köztudott, hogy mi a középiskolának, a teljes intézménynek a felújítási karbantartási költségeit, azt mindig a városgondnokságnál terveztük meg. És ez most, igen, most látom azt, hogy ez olyan problémát szült, hogy most akkor nem tudom, mit vettek figyelembe a felújítási karbantartásnál, ha ezt nem tudták figyelembe venni, mint ahogy a előterjesztésedben szerepel, akkor milyen számot vettek figyelembe? És mire elég? Köszönöm szépen. Ez egy újabb kérdés volt, és akkor igazgató úr, hogyha van valamilyen válaszféle. Igen, tisztelt képviselőtestület, valóban ugye így született mindig polgárváros költségvetésre, hogy a intézmény felújítási kerete az a városgondnokságnál volt bent, és nálunk a likviditási tervnek hívják a Kleibersberg intézmény fenntartó központban, a likviditási terv elkészítésénél nem engedték csak az előző évi számok szerinti tervezést. Tehát ott, amit összetudtam úgy tenni, hogy ez a felújítás, mert volt saját
bevételből is történt nálam felújítás, és csak azt engedték betenni, ez éves szinten olyan 300-350 ezer forint. Tehát ez azt jelenti, hogy amiből ebből mi tudtunk most felújítani, erre is megkértem az engedélyt július 14-én, augusztus 8-án kaptam meg, hogy akkor lehet festéket venni. Embert nem is kértem, mert azt mondtam, hogy van két karbantartó, akkor még volt két karbantartóm, két karbantartóval megoldom, meg a takarítónénikkel, és akkor augusztus 8-ától valamennyi takarítóm, a két karbantartóm festett, vakolt, csiszolt, a takarítónénik gletteltek, tehát csak így tudtam megcsinálni, hogy a minimum festést végre tudjam hajtani, mert egyébként a tisztasági festéseket nem tudtam volna megoldani. Tehát ennyi, nincs más lehetőségem keretre. Köszönöm szépen. További vélemények? Vélemények, igen. Benne Lászlóné, parancsolj. Köszönöm. Igazgatom, hogy kiegészítem, hogy igen, valóban az általános iskolában azt gondol, iskola egy kicsivel jobb helyzetben van, hiszen mi a hajdúnállási tankerülethez tartozunk, és szinte napi kapcsolatban vagyunk az igazgatóval, illetve az ott dolgozókkal, a jogásszal, illetve Filén és Zsuzsával is. Tehát mi azért nem vagyunk ilyen rossz helyzetben. A Józsi kérdezte Struba képviselő úr, hogy ugye a túlóra nincs túlóra. Eddig sem nagyon volt nálunk, azt tudjuk, hogy az önkormányzati fenntartás ideje alatt sem nagyon voltunk ellátva túlórával. Státuszban azt nem mondta Edith, én azért kiegészíteném, hogy hogy tudjuk megszervezni, úgy tudjuk megszervezni, hogy nyilván nem tudunk annyi foglalkozást szervezni, hogyha kevesebb a létszám, a pedagógus létszám. De azt azért elmondanám, hogy az előző tanévben 38 pedagógus dolgozott, most 46 fő van. Tehát azért be tudtuk tölteni, amire nem kaptunk engedélyt tavaly, be tudtuk tölteni a gyesen lévőknek az állásait, illetve ugye megkaptuk a második igazgatóhelyettesi státuszt is, tehát azért most mi még nem vagyunk jól, de úgy szervezzük, ahogy amennyi emberünk van, tehát ehhez a feladatot így tudjuk megoldani. Úgyhogy törvényességet próbáljuk betartani. További vélemények? Kíván-e még valaki véleményt mondani? Mielőtt lezárnánk, hát nem tudom magamba tartani a véleményemet. Azért röviden megpróbálom én is elmondani. Ugye amikor 2012 végén, illetve hát ez év elején egy tanévet ketté vágva elindult a rendszer, és hát itt mi kínlódtunk abban, hogy hogy lehet a tanévnek, illetve a költségvetési évnek a törvény általi hát szétosztását egyik intézre ilyen módon, mint a középiskoláról, hogy mondta igazgató, tokkal vonóval viszik. A másik intézményre vonatkozó részben, hisz nekünk ott működtetési feladataink voltak, akkor amikor ezt összeraktuk, akkor én abban a pozitív feltételezésben éltem, aggályaimat magamban tartva, hogy a szeptembertől egy fél év próbaidő után kiegyenesedik, és mindenki tudja, hogy szeptember 1-től mi fog következni. Megengedhető nekem, hogy kommunikációban frankó volt a dolog, ki sikertörténetként hallottuk minden híradásban, hogy szeptember 1-től nagyon jól sikerült a tanévkezdés, holott azért alig leplezetten beszéltek arról, hogy szeptember 1-én nincs tanóra felosztás, vagy tantárgy felosztás, nincs rendben a tankönyv kiosztás, nincsenek a státuszok, meglepve hallom, még most sincs elrendezve. Azért ezek mondhatnánk azt, hogy aggodalomra okot adó körülmények, hát aztán, ami most az elmúlt napok történése meg, hogy gyámság alá helyezik az eddig legfontosabb szemét, a Malekné Pintér Arankát, és egyébként kap egy miniszteri felügyelőt, biztost, vagy az, hogy a jelenlegi kormányzat egyik legfontosabb oktatás szakma területén elismert prominense volt korábbi miniszter, Pokorni, azt mondja, hogy
hogy szükséges és hamarosan elkerülhetetlen az rendszernek a korrekciója. Hát ezek azért azt gondolom, hogy azoknak ad igazat, akik azt mondták, hogy nincs ez teljesen átgondolva, nincs ez teljesen összehangolva az, ami történik, és hamarabb született meg egy politikai akarat, mint annak a végrehajtásának valamennyi szakmai feltételének a vizsgálata. És azt is mondom, hogy ennek a rendszernek az ilyenkénti működése felelős pedagóguson, igazgatókon és a dolgot segítő, esetenként erőn felül is támogató probléma megoldásban nyitott és érzékeny önkormányzatokon múlik. Ezt tettük mi is egyébként, és abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a rendszer mégis tudjon létezni, működni. Ha már ez a törvény, akkor a legfontosabb szereplőket, az oktatás szereplőit kell nekünk is, a diákokat és a pedagógusokat látnunk. Ez volt a tágabb kitekintés, és ami a belső viszonyainkat illeti, ugye azért ott is szeptember 1-től szükségszerűen változásokat kellett a kapcsolatunkban is eszközölni. Mérható vizsgálat és elemzés után arra kellett jutnunk, hogy szeptembertől a József Attila gimnázium intézményegységeiben konyhát működtetni több, mint felelőtlenség. Ugye ott van egy nagyjából 350 adagos konyha, amelynek a kapacitás kihasználtsága a 100 főt alulról súrolta. Ezt nem lehet fenntartani, ezért szeptember 1-től azt a döntést hoztuk meg, érintett körrel egyeztetve, hogy nem megszüntetjük, hanem felfüggesztjük a konyha működését, és akkor még 100 körüli szükséglet, ami utóbb még kevesebb lett, azt az általános iskola konyhán keresztül, amelyet mind a két konyhát a Városgondnokságon keresztül működtetjük, oda irányítjuk. Evel együtt ugye az előző napi rendi pontok kapcsán már szóba került szociális konyhába az általános iskola meglehetősen jó kapacitás kihasználtságú tanulói köréből, az első osztályt pedig a szociális konyha irányába vittük. Így most ez működőképesnek tűnik. Nyilván puding próbál is az evés, és egy fél év után ezt újra kell majd értékelnünk. Az a szándékunk, hogy a gimnáziumi konyhát végérvényesen és véglegesen nem adjuk fel, élünk abban a reménnyel, abban a pozitív megközelítéssel, hogy a pályázatunk belátható időn belül az általános iskolára vonatkoztatva megítélésre, pozitív bíláratra kerül, amely beavatkozás szükségszerűen magában hordozza a gimnáziumi konyha újraindítását, hisz akkor vissza kell segíteni ebben a dologban. Úgyhogy ezeket a körülményeket vizsgálva, és azt is szeretném itt elismerően megemlíteni, hogy minden vezető, mind a két intézménynek a vezetője, mind a Városgondnokságnak a vezetője, mind a szociális intézmény vezetője, noplán meg a pénzügyeket felügyelő szakmai iroda és a stáb kereste és meg is találta azokat a most talán vállalható kompromisszumokat, megoldásokat, amivel ez költséghatékony, és mégiscsak a feladatellátásban az elvárást teljesítő módozatokat hozott létre. Úgyhogy mind a mellett ez a rendszer, mondhatnánk azt is, hogy de jó hallani, hogy az akkori nehezen megélt vitákat visszasírják mások. Mondhatnám, hogy könnyebb nekünk az önkormányzatnak, mégsem vagyok emiatt nagyon boldog, ez az intézmény, együttes mind a kettő, az általános iskola is és középiskola is szerves része ennek a városnak. Beleépült, mindennapjait itt éli, nem lehet kiszakítani működését és létét egy önkormányzatiságból, egy önkormányzati rendszerből, még ha avval egyet is értünk, hogy a szakmai irányítás és felügyelet egy sokkal inkább centralizáltabb vagy központosítottabb akarat szerint kell, hogy érvényesüljön. Hogy ezt majd aztán a közeljövőben ezeket a feszültségeket, problémákat érzékelve a jelenlegi kormányzat megteszi-e, megmerje tenni a szükséges korrekciókat, vagy majd jönni kell másoknak, akik majd ezt korrigálják, azt most még nem lehet megmondani. Ebben együtt is, akik ebben a dologban tehát szerepet vállalnak, azt gondolom, hogy akkor járnak el helyesen, hogyha teszik tisztességgel, jó szándékkal, a legfontosabb célt maguk előtt látva a dolgukat. Úgyhogy ezen gondolatokkal szeretném megköszönni a tájékoztatót, megköszönni a személyes jelenlétet, megköszönni azt, hogy akár őszinte és kendőzetlen, kevésbé fésült vélemények is elhangzottak jó szándékkal, és hát ezennel is
szeretném a pedagógusoknak, a polgári tanítóknak, tanároknak, az oktatásban résztvevőknek azt a kívánalmat megfogalmazni, hogy az új rendszerben azért mégiscsak legyen nekik jobb, legyen jobb szakmai feltétel, stabilabb egzisztencia, jobb jövedelmi pozíció, hisz mégiscsak erről is szólt ez a történet, ami nagy reményekkel köznevelési és nemzeti tantervnek hivatott. A tájékoztató elfogadását szavazatunkkal meg kell erősítenünk? Döntéshozatal előtt kívánna még valaki bármilyen megjegyzés, gondolatot mondani? Nem? Akkor megköszönöm be a tájékoztatókat, a képviselőtestületet, a tagokat arra kérem, hogy egy szavazatukkal erősítsék, hogy a tájékoztatót megismertük és köszönettel elfogadták. Aki ebben egyetért, kérem készfelmeléssel szavazon erről. Egyhangúnak látom, köszönöm szépen, ellene és tartózkodó szavat nélkül elfogadtuk. Köszönjük szépen az igazgató úrnak, igazgató asszonynak a tájékoztatást. 4 óra, és ilyenkor egy technikai szünetet szoktunk kezdeményezni. Van, aki ezt meg sem várja, hogy kimondjam, de 10 perc múlva, 15 perc múlva az ülést folytatjuk, szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy folytassuk a munkát. A 10-es számú napirendi pont tárgyalása következik. Ez az előterjesztés javaslatot tartalmaz az Ady Endre Művelési Központ és Könyvtár alapító okiratának a módosítására. Az előterjesztője a polgármester, előkészítését dr. Várnyi Antal Mária címzetes főjegyző irányította. Megtárgyalta véleményezte az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságból, mint az Ügyrendi Bizottság is. Az előkészítőt kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést, pontosítást kíván-e tenni? Nem. A bizottsági álláspontok ismertetése következik. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének felhatalmazásával Bene Lászlóné képviselőtársunkat tájékoztatást. A bizottság a határozati javaslatok elfogadásra ajánlja, illetve az okirat módosítására vonatkozó. Köszönöm. Köszönöm, az ügyrendi bizottság is megtárgyalta, a bizottság elnök is tudja Józsefet. Igen, az ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom, akinek kérdése van, kérem jelezze. Én nem látok ilyen igényt, vélemény észrevétel javaslat. Ilyet sem tervez senki, akkor döntéshozatalt kezdeményezik. Ez egy egyébként intézmény kérésére szükségszerűen megtendő formaság. Ennek mi helyt adunk, tehát aki egyetért, hogy a művelési központ alapítókirata ilyenként módosuljon, kérem készfelmeléssel szavazzon. Egy hangunknak látom, volt-e valaki ellene? Esetleg tartózkodott a szavazástól? Nem látok ilyet, megalapítom, hogy 8 fő támogató szavazattal jóváhagyta a képviselőtestület az alapítókirat módosítást. 11-es napirendi pont tárgyalását kezdeményezem, amely egy javaslatot tartalmaz a megindított közbeszédési eljárás nyertes ajánlattevőjének a kiválasztására. Polgármesteri előterjesztésben van előttünk ez az anyag, amelynek előkészítését Csikós László, az Építési és Városi Üzemeltetési Iroda vezetője koordinálta és irányította, megtárgyalta azt az előterjesztést és véleményezte a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Az előkészítőt kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést, pontosítást kíván-e tenni. A bizottsági álláspont ismertetése következhet, a bizottság elnökét, Vince Attilát kérem. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése? Nem látok ilyen igényt. Vélemény, javaslat, bármi nemű észrevétel, módosító indítvány. Nem érzékelek ilyen igényt. Döntéshozatalt kezdeményezek. Igen, jelzi asszony.
Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a legutóbb elfogadott közbeszerzési szabályzat szerint népszerinti szavazással kell dönteni ebben az ügyben, és ezért az szervezeti működési szabályzatunk szerint a jegyző a népsor alapján minden képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ igen, nem a népsorban rögzíti. Szavazás végén a képviselő nyilatkozatát aláírásával hitelesítik. Köszönöm szépen, ez egy új közbeszerzési szabályzás, ennek kell megfelelnünk. Akkor abban kérek segítséget jegyzőasszonytól, hogy ennek a technikai részét vezesse, kérje ki a képviselők ez irányú szavazatát, és utána a határozatot kimondom. Akkor Tóth József polgármester. Igen. Molnár János alpolgármester. Igen. Baranya György nincs, Bene Lászlóné. Igen. Dr. Csikós Anikó. Igen. Dr. Dohány László. Igen. Puskás Ferenc. Igen. Struba József. Igen. Vince Attila. Igen. Köszönöm szépen a népszerinti szavazás eredményét megállapítva. Tehát a képviselőtestület 8 jelenlévő tagja mindegyik képviselő igen szavazatával fogadja el a határozati javaslatot, így 8 támogató szavazattal ez a határozat megszületett. Arra kérem akkor képviselőtársaim, hogy írják majd alá a népszerinti szavazásra előkészített dokumentumot. Köszönöm. Ez volt tehát a 11-es napi rendi pont. 12-es napi rendi pont. Javaslat a Permo Medical Kft.-vel között megállapodások módosítására. Előterjesztője a polgármester, előkészítője a szociális és gyámmigyóra vezetője Andorkó Mihályné. Megtárgyalta, véleményezte ezt az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság is. Az előkészítőt kérdezem, hogy kíván-e valamilyen szóbeli kiegészítést, felvezetést mondani. Nem kíván, akkor a bizottsági álláspontok ismertetése következően elsőként. Köszönöm, Struba József, az Ügyrendi Bizottság. Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Nem látok ilyet. Véleménye, javaslata, módosító indítvány. Döntés volt előtt, tehát arról van szó, hogy Magyarorvosi Mónika az ő megkötött szerződésének a technikai jellegű módosítását kérte. Ez a képviselőtestület hatásköre és a szerződést a képviselőtestület döntésével írtuk alá. Ennek a módosításához kell a testület támogató szavazata. Ez van a határozati javaslatban. Aki tehát ebben egyetért, kérem készfelemeléssel szavazon erre. Egy hangulat látom, volt-e valaki ellene, esetleg tartózkodott a szavazástól. Nem látok ilyet, megalapítom, hogy a képviselőtestület 8 fő támogató szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot. Ennek értelmében járunk el és írjuk alá a módosított szerződést. 13-as napi rendi pont következik, amely javaslatot tartalmaz a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat 2014 évi fordulójához történő csatlakozásra. Ennek az anyagnak a készítője, előterjesztője dr. Baranya György, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság elnöke. Előkészítésben segítségére volt Andorkó Mihályné, a Szociális és Gyámügyiroda vezetője. Megtárgyalta az Oktatási Kulturális és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is. Az előterjesztő képviseletében a bizottság felhatalmazásával, vagy elnök felkérés alapján Bene Lászlóna, hogy kérdezem, hogy kíván-e szóbeli felvezetést vagy kiegészítést mondani. Köszönöm. Nem az előkészítők részéről, ott sincs ilyen igény, így a bizottsági álláspontokat elsőként a bizottság álláspontját, az Oktatási Kulturális és Sportbizottság álláspontját Bene Lászlóna ismerteti. A bizottság támogatja az ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást. Köszönöm szépen, a pénzügyi bizottság is tárgyalt erről, Vince Attila. A pénzügyi bizottság is támogatja a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjhoz pályázathoz történő vagy csatlakozást. Köszönöm szépen, az előterjesztés vitáját megnyitom, van-e valakinek kérdése? Kérdés nem látok, vélemény, észrevétel, javaslat? Ilyet sem látok. Döntés volt előtt, azt gondolom, hogy folytatjuk az előzőben megszokott gyakorlatot, amelyben
emlékeim szerint közel 120 diáknak a tanulmányaihoz pályázunk, igényünk központi költségvetési forrást, amelyet mi saját költségvetésünkből kiegészítést teszünk. Ez egy jól bevált gyakorlat, és azt gondolom, hogy jó célt szolgál a város diákjainak tanulmányait és a családok ezirányú céljait jól segíti ez a pályázati konstrukció, ezért azt remélem, hogy ezt a képviselőtestület is így látja és támogatja, de ez kiderül a szavazásból, aki tehát egyetért vele, kérem készfelüléssel szavazon erről. Igen, ezt egyhangúnak látom, volt-e valaki ellene, esetleg tartózkodott a szavazástól. Nem volt ilyen, megalapítom, hogy 8 fő támogató szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a képviselőtestület. A határozatot csatlakozni fogunk a Bursa-Hungarika pályázati lehetőséghez. 14-es napi rendi pont. Javaslat önkormányzati képviselő által lemondott 2013. szeptemberi tiszteletdíj általános tartalékba helyezésére, előterjesztője a polgármester előkészítését, a pénzügyi iroda vezetője és munkatársa, a személyügyi előadó látta el, megtárgyalta és véleményezte a pénzügyi és városfejlesztési bizottság. Az előkészítőt kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e mondani, nem kíván. Véleményezte a pénzügyi bizottság, a bizottság elnökét kérem, hogy bizottságunk elfogadásra javasolja a képviselőt. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Kérdés nem látok. Vélemény, észrevétel, javaslat? Ilyet sem látok. Aki a határozati javaslatot támogatja, abban egyetért kérem, készüléssel szavazom erről. Egy hangulat látom, ellene volt valaki, esetleg tartózkodott a szavazástól. Nem volt ilyen, megalapítom, hogy 8 fő támogató szavazattal elfogadta a képviselőtestület a határozati javaslatban foglaltakat, és ennek értelmében járunk el. Ehhez közvetett módon kapcsolódó a 15-ös napi rendi pont, amely javaslatot tartalmaz tiszteletdíj általános tartalékból töltői felhasználására. Ennek előterjeszti a szintén a polgármester az előkészületeket is hasonlóan, mint az előző napi rendi pont kapcsán. Csépányné Bartók Margit és Kis Balázsné a pénzügyi iroda munkatársai végezték. Megtárgyalta ezt is a pénzügyi és városfejlesztési bizottság előkészítők részéről. Van-e valamilyen kiegészítés, jelzik, hogy nincs. A bizottsági álláspontok pedig szintén a bizottság elnökétől kell. Bizottságunk elfogadása javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Nem látok ilyet. Vélemény, észrevétel, javaslat? Nincs ilyen döntés, oda tart kezdeményezek, aki határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kérem, készfelemeléssel jelezze ezt. Egy hangnak látom, volt-e valaki ellene, esetleg tartózkodott a szavazástól. Nem volt ilyen, megalapítom, hogy a képviselőtestület 8 fő támogató szavazattal elfogadta Vincz Attila képviselőtársunk kezdeményezését, miszerint a egy havi tiszteletdíját a Városgondosság támogatására kívánja fordítani. Ezt a testület akceptálta, támogatta. A különféle napirendi pont következik. Ebben a napirendi pontban két témát jeleztem, hogy szeretnék tájékoztatásképpen közvetni. Az egyik a Városrehab beruházásról szóló tájékoztató, a másik pedig a 20 éves a városrendezvény sorozatról egy talán legfrissebb és aktuális információ közvetítés. Ennek kísérlek meg eleget tenni. A Városrehabbal kezdeném. A beruházás jelenlegi állása úgy néz ki, hogy október 15-ével az alapszerződés, a hozzákapcsolódó pótmunka és a testület korábbi döntésével az új műszaki szükségszerűség okán eldöntött beruházási elemek megvalósulnak. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a polgármesteri hivatal, művelési központ és a gazdasági szolgáltató rész is október 15-ével készre jelentetik, és megkezdődik a műszaki átadás átvétel folyamata. Ebben a történetben egy időbeni ütemezéssel azt láttuk, hogy október vége, de valószínűsíthetőbb november eleje az átköltözés és a végleges feltállátási helyre való visszapakolás lezárulhat. Ebben persze van egy belső megállapodása a kivitelezővel, amelynek értelmében már szeptember 20-a után a művelési központba egy részleges visszaköltözés folyamata megindult. Jelzem, ez a folyamat jelenleg is zajlik. Egyfelől a művelési ház
használatba vehető állapotba került, amelynek kapcsán minden berendezés, minden műszaki eszköz kipróbálásra, a lifttől, az elektromos hálózaton, a tűzjelző védő berendezéseken keresztül úgy tűnik, hogy alkalmas arra, hogy október első napjaiban rendezvényt tartsunk a művelési házban. Ez azért volt fontos, mert a rendezvényhez, a beruházáshoz kapcsolódó úgynevezett szoftelemek rendezvény sorozata, annak időintervallum igénye ezt szükségessé teszi. Evel együtt is a város 20 éves évfordulójának az ünnepsége és a közalkalmazottak, köztisztviselők ünnepsége is október 4-ére terveztetett. Ma úgy látjuk, hogy ennek nincs akadálya, megfeszített munkával, akár túlmunkával, vagy hétvégi munkával is ez bekövetkezhet. Ami miatt ezt mégis szóba hozom, hogy bár az utolsó testületi ülésen én azt mondtam, hogy nem látok most olyan körülményt, ami miatt ez a folyamat halódna vagy csúszna, mégis meg kell említenem egy olyan megközelítést, amelyen érdemes talán végig lépkedni, komolyan elgondolkodni. Ez nevezetesen az, hogy ennek a beruházásnak az eredeti költségterve meghatározta azt, hogy mennyi forrás lehet erre a beruházásra felhasználni. Az első lépésben ugye egy közbeszerzési eljárás lefolytatásával azt értük el, hogy a tervhez képest sokkal kedvezőbben, olcsóbban lehetett leszerződni, mind a Kálvária előtti tér megvalósítására, és különösen a városközpont közintézményeit, közterületeit, parkjait jelentő feladatok megoldására. Ez a lehetőség, hogy nevezzük csak tartalék alapnak, amit nem kellett leszerződnünk, a felhasználása hozta azt magával, hogy pótmunkák, az ugye 8 millió forintos, és a közel 40 millió forintot érintő új műszaki szükségszerűség néven lefolytatott eljárás a polgármester hivatal teljes tetőszerkezetet és belső berendezését is tudja korszerűsíteni. Az utolsó időszakába kerültünk annak, hogy ennek a támogatási szerződésnek a módosítását megtegyük. Hogyha nem teszünk most semmit, akkor ezekkel a korrekciókkal a támogatási szerződés módosul, és a végeredmény az lesz, hogy nagyjából 110 millió forintnyi összeget ebből a megítélt támogatásból nincs módunk és lehetőségünk felhasználni, és ez visszamegy a támogatóhoz, a támogatón túl pedig visszamegy az Európai Uniós költségvetésbe, hisz a 2007-13 közötti időszak lezárásának az utolsó időszakát, hónapjait éljük. És a projektimet vezénylő stáb azt vetette föl, hogy ennek a keretnek még a felhasználásával teljesítsünk, próbáljunk teljesíteni olyan szükségleteket, amelyek az alapszerződésben, amikor ezt kidolgoztuk, nem fért bele, nem tudott beleférni a költségbecslések akkor reálisnak látott forgatókönyve szerint. Ez nem más, hisz nem lehet, és nincs is már rá idő, hogy bármilyen műszaki beavatkozást kezdeményezünk. Egyetlen egy területen látunk ennek esélyét, ez pedig az eszközbeszerzésnek a folyamata. A teljes beruházásnak az alapszerződésében van eszközbeszerzés, hisz a műfázban zsőjék és székek és függöny, mint eszközök beszerzésre kerültek, de attól többet a tervezés akkor időszakában nem volt mód és lehetőség beállítani, hisz akkori tudás szerint és az akkori becslések szerint, ha ettől többet állítunk, akkor az saját pénzből kellett volna megvalósítani. Ezért egy nagyon-nagyon szoros és még bizonytalanságokkal is teljes folyamatba arra teszünk kísérletet, hogy a polgármesteri hivatal és részben a műfáz bútorzatát és leginkább a polgármesteri hivatal informatikai és számítástechnikai rendszerének a felújítása érdekében egy eszközbeszerzési folyamatra teszünk kezdeményezést az imént említett források felhasználásával. Erre túl sok időnk nincs, azért nincs, mert a projekt teljes pénzügyi zárását 2013. december 23-áig meg kell tennünk.
Ugyanakkor ennek a beszerzésnek az időintervalluma egy nagyon szoros és feszes menetrend szerint a közbeszerzési eljárás egymásra épülő határnapjainak a figyelembevételével is nagyjából 50-55 nap. Ugyanakkor ennek a szándéknak a minden kétséget kizáró jóváhagyására az irányító hatóságtól kell nekünk a felhatalmazást megkérni. Most ott tartunk, hogy kidolgozta a stáb az eszközbeszerzésen belül a teljes bútorzat beszerzési listáját és az informatikai rendszernek a szükséges listáját is. Ennek a jóváhagyását és ennek a forrásnak a felhasználhatóságára várjuk az irányító hatóság jóváhagyását. Mi azt reméljük, hogy ez néhány napon belül megérkezhet. Ha megérkezik néhány napon belül, akkor van esélye annak, hogy az előbb említett 50 napos idő végig lépegetésével, de mindenképpen december 20-a előtt ez a beszerzés lebonyolítható. Ha lebonyolítható, akkor erre érdemes figyelnünk és erőfeszítést tenni. Azért is, mert ennek a támogatási intenzitása 83%, azért is, mert ennek egyébként a szüksége saját ereje benne van a mi alapvető hitelfelvételi szándékunkba. Ugyanakkor, hogyha ezt elszalasztjuk, mint lehetőséget, én azt gyanítom, hogy a következőekben erre, mint hogy a tetőfelújításra sem, meg a belső korszerűsítésre sem lesz saját lehetőségünk, saját források felhasználásával esélyünk és módunk. Ezért, amíg látjuk ennek a több bizonytalansággal teljes folyamatnak az esélyét, addig ebben lépkednénk előre. Ezt azért szeretném mondani, mert hogyha ezen végig tudunk menni, akkor az a hát, komolyan vett mondásunk, hogy október vége, vagy inkább november eleje a költözés, akkor én azt is mondom, hogy ha ez a folyamat így végigvihető, akkor várjuk meg az eszköz beszerzését és a beépítését a házba, hogy ne avval kelljen majd szembe találni magunkat, hogy átköltözünk novemberbe, és november végén vagy december elején pedig ki a régi bútor és be az új bútor, ki a régi informatikai eszköz és be az új informatikai eszköz. Ez a folyamat természetesen annak a korábbi, akár általam tett kinyilatkoztatásnak, hogy ez megtörtént ekkor, a felülírása. De talán megéri ebben megpróbálni végig arra szólni ezen, hisz nagyjából 50 millió forintról van szó. Ennek az 50 millió forintnyi forrásnak, netto 50 millió forint felhasználására teszünk kísérletet. Ebből együtt is azt is mondom, hogy ennek a tartalék összenek a teljes maradó részét nem tudjuk felhasználni, nincs már rá jogszerű és szabályos forgatókönyv, ezért ennek a megítélt támogatásnak egy bizonyos részét nyilván nem fogjuk tudni felhasználni. De amennyit csak tudunk, én azt gondolom, hogy szükséges lenne megkísérni, hogy felhasználjuk. Ezt azért mondom, mert ha megérkezne az irányítóhatóság jóváhagyása, akkor a előkészítés fázisa olyan módon állt össze, hogy ennek a birtokában kezdeményezni fogom azonnali bizottság és képviselőtestület összehívását, hisz ezeknek a döntéseknek a meghozatalára, ennek a közbeszélési eljárásnak a folyamatában a képviselőtestület jogosult, nevezetesen arra, hogy az ajánlattételi dokumentációt, amivel megvan szabva határozva, hogy mit, milyen mennyiségben akarunk beszerezni, azt a képviselőtestület hagyhatja jóvá. A képviselőtestület jelölheti ki, döntheti el, hogy milyen arra egyébként alkalmas vállalkozásoktól, jelzem, a közbeszédi törvény eljárása szerint kis-közép vállalkozásoktól lehet ajánlatot kérnünk, és az ajánlat kérés megküldésével azok a határnapok, amely 15 napra írja elő az ajánlat elkészítésének az idő szükségletét, utána nyilván a hiánypótlás, a bírálóbizottság értékelés, és majd a képviselőtestület döntése, a második szakasza, és utána is az a testületi döntés megszületik, és kiválasztásra kerül a legjobb ajánlattevő személye, akkor ott is egy szerződéskötési moratóriumot kell még kívánunk, és azt követően lehet csak a tényleges beszerzést megtennünk. Ennek az az időintervallum, ami a nagyjából 50-55 nap, elvileg még nagyon-nagyon szűken, hogyha beérkezne ez a jóváhagyás néhány napon belül, belefér. Hogyha ez későjön, akkor ez a lehetőség elúszott, hisz nem fér bele abba az elszámolási időszakba. Arra szeretném tehát ezúttal a képviselőtársaimat, bizottsági tagokat kérni, hogyha ezt a felhatalmazást megkapjuk, akkor legyenek ebben segítségre, az ügy segítségére, partnerként, hogy ezeket a döntéseket meghozzuk. Ezzel együtt is a másik témára is szeretnék figyelmet irányítani, amely a Város 20 éves rendezvénysorozat jelenti, amelynek az első napja
október 4-e, a sorozatnak ebben a vonatkozásban a blokk szerinti utolsó napja pedig október 12-e. A két időpont között minden napnak eseménye és programja van. Egy nagyon komoly, megfeszített, összhangolt munkát igényel, amelynek a karmesteri pálcája az Adjenda Művelési Központ vezetőinél és stábjánál van. Természetesen a többi intézménnyel, városgondossággal, polgármesteri hatallal és mindenki mással, aki érintett, egyeztetett módon. Ezekre szeretnék röviden kitérni, és a legfontosabb információkat, hát a képviselőtestület tagjai számára is, és hát ha valaki majd megnézi a testületülésről szóló tájékozót, akkor talán abból is tud meríteni és hát tájékozódni. Október 4-én, tehát az első nap, amely, hogy pontos legyek, a város 20 éves rendezvénysorozatának a nyitónapja, a város 20 éves, városávállás 20 éves évfordulójának az ünnepi eseménye, a tavaly elmaradt közalkalmazottak, köztisztviselők, közoktatásban és egészségügyben dolgozók ünnepsége, a kitüntetések, amelyek majd reményeink szerint az áprilisen belül eldőlnek, azoknak az átadása, amelyre az első alkalommal az elkészült műfáz nagy termét fogjuk igénybe venni. Ennek a rendezvénynek a forgatókönyve elkészült. Erre a rendezvény, tehát első szándékkal várjuk a város közszolgálatában dolgozók teljességét, nyilván mindenkinek a saját szándéka, igénye, akarata szerint, illetve természetesen vendéget várunk, a testvérvárosok képviseletét, és hát a város közéleti szereplőit, egyesületek, szervezetek, egyházak, a civil szféra és a gazdasági szféra képviselőit is. Ezen a rendezvényen 260-270 fő vendéget hívunk, és hát ez lenne a program, amelyre a képviselőtestület tagjait is, ezennel is szóban, de hát nyilván érkezni fog a meghívó is, invitáljuk és hívjuk. A másnap sem lesz kevésbé izgalmas, az október 5-e, ez egy szombati nap, ahol 9 órakor egy szoftelem keretében a nagyközönség előtt is kinyitja a kapuit a felújított művelési központ, bemutatkozik a házban szereplő csoportok, és ez egy nyílt nap rendezvény, amelyre minden polgári érdeklődőt szívesen látunk és várunk. Ennek a napnak egy másik jelentős programja is előkészítetett, az idősek napja, ugye egy órától gyülekezés, 400 polgári idős nyugdíjas meghívásával ennek a hagyományos programnak is minden előkészületét megtettük, és már itt is szeretnék előre elnézést kérni azoktól, akik nem fognak tudni beférni, hisz 400 férőhelytől többet semmiképpen nem tudunk kialakítani az új műfázban, és ebben a résztvevői kör hát meghívásához a segítséget kértünk a nyugdíjas szervezetektől, és a résztvevői körét azt az ő szervezésükben fogjuk tudni hát pontosítani. Október 6-án vasárnap, folytatva a programot, a téren Barankovics István szobrának az ünnepélyes avatása és áldása következik, amelyet az egyház helyi képviselőtestületével, az egyház vezetőjével, Maga László plébános úrral egyeztettük. Bevontuk ebben az előkészítési folyamatban a kereszténydemokrata néppárt helyi és országos vezetését. Arról tudok most tájékoztatást adni, hogy a pontosítás a mai nap megtörtént. Ezen a rendezvényen, mint ahogy a meghívó is, amit talán minden képviselő saját asztalán megkapott, a kereszténydemokrata néppárt részéről Pálfi István képviselő, akivel folyamatosan kapcsolatot is tartottunk, személyes tiszteletét teszi, a Barankovics Alapítvány vezetője, és az egyház részéről is főméltóságok érkeznek majd. A helyi KDNP vezetőivel is a szükséges egyeztetéseket megtettük. Erre a rendezvényre is várjuk a képviselőtestület tagjait. A 9:30-kor kezdődő ünnepi szentmisére is, illetve 10:30-től a téren a szobor átadási ünnepségére.
Október 7-én hétfőn a rajzkiállítás és a pályázat díjazása következik. 8-án a Ki tud többet polgárról rendezvénysorozatnak a vetélkedője és a értékelése. 9-én bemutatkozik a könyvtár, 10-én óvodások szoftelen programja, 11-én a Megyesi Fivérek teremolvatása, 12-én pedig a Cétót János könyvének a bemutatása, illetve erre a napra készítettük, előterveztük a polgárról elszámoltak neves emberek sokra ért és jutott polgáriaknak a találkozóját. Ezek azok a rendezvények, amelyek tehát előkészület alatt vannak, és hát valóban önmagában is nagyon gazdag, nagyon nagy szervező, összehangoló munkát igénylő programsorozat, amelyhez ráadásul egy költözködése és egy új létesítmény beüzemelése is párosul. Ebben szeretném kérni a képviselőtársaim és a hivatali dolgozók személyes jelenlétét, közreműködését is, hogy akiket hívunk, várunk vendégségbe a jeles ünnep és az átadás kapcsán, ne okozunk nagy csalódást, sőt, ne csalódást okozunk, hanem egy nagyon gazdag programon legyünk túl. Úgyhogy ezek voltak azok a megközelítések, amelyeket talán most legpontosabban közel lehetett adni. Természetesen a úgy alakul, akkor a változás pici jogát fenntartva. Tisztelt képviselőtestület, ebben a két témakörben szerettem volna tehát tájékoztatást adni, és a különféle napi rendi pont lezárása előtt, még ha bárki részéről bármilyen felvetés, kérdés, ami szükséges, hogy elhangozzék, aktuális vagy fontos felvetés, akkor annak még teret adunk. Igen, Struba József, kér szót. Azt szeretném megkérdezni, hogy az eszközbeszerzés témakörben, amiről először beszéltél, kedvező elbírálás esetén mikor tarthatunk bizottsági, illetve testületi ülést? Megközelítőleg természetesen. Arra próbáltam utalni, hogyha ez ma délután megérkezik, akkor holnap jelzéssel élek. Ilyen bekövetkezhet néhány napon belül. Mi azt feltételezzük, hogy ez azért egy belátható időn belül, egy 6-8 napon belül meg fog érkezni. Hogyha sokkal később érkezik, akkor az esélyeinket csökkenti. Köszönöm szépen. Nem tudom, Maci, ez... 24-én ment el az irányító hatósághoz egyébként az a levél, ami itt is van nálam, és ehhez kérjük a jóváhagyást, és hogyha ez megérkezik. Természetesen addig abban a jóhiszemű, pozitív feltételezéssel élünk, hogy ez megérkezik, és mindent ennek fényében készítünk elő. Azért, hogy nem a jóváhagyást várjuk, és akkor elkezdjük a folyamatot majd összerakni, hanem úgy dolgozunk, minthogyha akár ennek a bekövetkezte már a birtokunkban lenne, vagy a következő napokban ide érkezne. További kérdés esetleg, vagy bármilyen jelzés? Hát ha nincs ilyen, akkor a különféle napirendi pontot is lezártnak tekintem. A mai tárgyalási lista végére értünk. Mindenkinek köszönöm a személyes érdeklődését, vagy a televízió, az internet adta lehetőségeken a figyelmét. A képviselőtestület zárt üléssel folytatja a munkáját. A zárt ülésen belül két napirendi pontot fogunk tárgyalni. Az egyik egy gazdasági üzletrésszel kapcsolatos, a másik pedig a kitüntetések odaítélésével kapcsolatos előterjesztés. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a ülés nyilvános részét ezennel bezárom.